Ho-ho-ho-ho-ho-ho! Itt van, srácok, a 10.0.0.0.1, vagy mi. Ez itt a pre-patch, amit Paladinnal, Paladinnal fogunk megnézni, addonok nélkül. Hát egyrészt azért addonok nélkül, mert nagyon friss a kiegészítő, és természetesen addonok már vannak, de hát akkor hogy mutassam meg nektek azt, amit egyébként hozott ez a pre-patch. Hát új talentrendszert, illetve jobban testre szabható UI-t is többek között. Úgyhogy az új talentrendszert azt mindenféleképpen szeretném nektek megmutatni, de ez az új UI is azért eléggé menő. Ott is van. User Interface Update és Dragonflight Coming Soon November 28, meg új talentrendszer. Tehát gyakorlatilag a két legfontosabb infót leírták. Még talán annyi, hogy november 15-e amerikai idő szerint a pre-patch, de az nálunk nagy valószínűséggel 16 lesz. Akkortól lehet majd játszani a Dragonflight kiegészítő tulajdonosainak a Draktir és az Evokert is, ami amúgy valószínűleg ugyanaz. Bár nem tudom, hogy a draktirok azok lehetnek-e mások, mint evoker, de evokerek csak draktirok lehetnek. Igen, november 15-én jön az új zóna, a draktiroknak a kezdője, kapunk új dungeont is, az Uldamant, valamint jön egy in-game event, ami a Dragonflight launchra készít minket fel. De most, a mai patchben a talent rendszer átdolgozását fogjuk megnézni. Hát látjátok, hogy amúgy már a UI is elég durván megváltozott. Azt nézem, hogy villognak ott a kis szürke pöttyök, hogyha így az embereken húzom az egeremet, akkor ezek valószínűleg mouse over makrók, a tippel nem kéne. Megint hozzányúltak a talenthez, bizony. Úgyhogy ez most így fog kinézni. Vannak a paladin pontok, illetve a hogy hívják, pontok. A specializáció pontok. Én nem tudom, hogy most mit látok a képernyőn. Azt tudom, hogy minden más. Minden más, és ez már hasonlít a régire. Jézusom. Ez nekem most itt nagy katyva, srácok. Annyit tudok, annyit olvastam a Frod Paladinnal kapcsolatban, hogy ha nem high-end gearbe vagy, akkor szívás lesz fenntartani a Shield of Righteous-t, mert megváltoztatták az Avenger Shield-et, már nem generál ilyen Holy Power-t. Például ez az egyik változtatás, illetve hogy a mágikus sebzés, ami, ha minden igaz, a mágikus sebzés csökkentés, az most már nem lesz olyan erős. Itt van egy talent, amit ugye megkeresek nektek. Lehet, hogy nem talent. Na, nézzük. Mindjárt megtalálom nektek, hogy még mi az, amit megváltoztattak. Ha ismerős az ikonja természetesen. Aha. Nem, hát valószínűleg nem fogom ezt ilyen könnyen megtalálni, srácok. Úgyhogy kipuskázzuk. Így van, tehát most már van ez a Holy Shield, amit nem tudom, hogy hol találtok, ez. Igen, ez. Ezt is átalakították, és ez most már nem fog sebzést csökkenteni, meg nem fog kivédeni dotokat, illetve ilyen ártó periódikus mágikus sebzéseket. Tehát, hogy
jött egy kis nerf, gyakorlatilag én azt azt teszem ki ebből a változtatásból, így a Dragonflight-ot illetően, de buffot annyira nem érzek. Például, hogyha most a paladinok ugye ebbe a Kirian Covenant-ba voltak, ez nagyon jó volt azért, mert elnyomták a Divine Toll-t, és az Avenger Shield az így 5 targetre ráment. Viszont most már ez nem fogja megérni, mert nem generál annyi Holy Power-t. Szóval, aki Kirian Covenant-ba van és paladin, annak ez most szívás, tehát a legjobb kovenás az a Ventir. A Ventir lett. Azt hiszem azok a vámpírok. Úgyhogy jelenleg ennyit tudok, srácok. A változtatásokkal kapcsolatban, ami így a klasszt és a specemet érinti. Covenantokat már nem tudod, hogy micsodák? Hát igen, mert ezek a Shadowlands-be jöttek be. Szféra karcoló. Azt mondja, hogy van itt egy ilyenünk, hogy Eye of Tyr, ez is például újdonság. A keybindokat valahogy majd vissza kell szereznem, srácok. Mi ez a gomb? Aha, itt lehet lapozni a... Aha, az action bároknál itt lehet lapozni. Ez is például tök új. Partiba vagyunk, az majd vajon hogy fog kinézni? Arra gondoltam, hogy bemegyünk egy dungeont, megnézzük, hogy milyen az élmény, és utána állítgatunk. Bár az valószínűleg kéne tényleg a bartenderem, mert hogy ott vannak a keybindjaim. Azt nem tudom, mennyire fogja átalakítani. Hát egy kicsit átalakította, gyakorlatilag eltűnt a Blizzardos UI. Na hát, én nem tudom, hogy ez az Eye of Tyr, akármi az így hol van innen. Az valószínűleg egy olyan action baron van, amit én nem használok. Nem baj, nem baj. Szóval a bartendert bekapcsoltuk, és akkor rámegyünk. Aha. Onnan valami hiányzik. Sőt, onnan is hiányzik. És onnan is hiányzik valami. A prot paladinoknak volt egy olyan képessége, ami csak az övék volt. És ha minden igaz, most már megkapta az összes paladin. Ez pedig nem más, mint a... Mindjárt megmondom nektek, srácok. Nem más, mint a Blessing of Spellwarding. Talán, ha minden igaz, ez a... Aha. Igen. Talán ez most már talentből jön. Nagyon durva lett ez a talentfa, így ránézve elsőre. Próbáltam az új Age of Empire kiegészítőt? Én nem tudom, sok Age of Empire van. Wow. Nem tudom, hogy ez a talentfa így mennyivel lesz jobb, kíváncsi vagyok, hogy ti. Mit mondtak majd erre? Szerencsére nem rezetelődött le. Bár az lehet egyébként, hogy szerencsétlen egyébként. Mert hogy lehet jobb lenne újra kirakni mindent. És megtanulni, hogy hogyan is kell. Na itt van amúgy Blessing of Spellwarding. Bár itt van a protnál. Meg tudjuk nézni. Más specen. Nézzük csak. Jaja, lesz Age of Mythology felújítás. Protection of Tyr. Blessing of Summer. Uha, nekem ez amúgy újnak tűnik. Ezek a tires cuccok, ezek olyanok, mint hogyha a melyik kiegészítőbe is jöttek ezek a nagyon menő fegyverek? Legionbe? Amikor jött a Class Hall is. Nos, olyan, mint hogyha bekerült volna azoknak a képessége a talentfába.
Nem? Vagy lehet rezetelni a talent tree-t? Így. Gondolom én. Vagy így nyomok egy jobb klikket, és akkor leveszem róla a pontokat. És akkor apply-olom. Sziasztok! Szerintem nagyon sok új és jó lehetőség van. Például hunterek már tudnak Sylvanashoz hasonló nyilakat lőni. Wow! A Warriornak az egyik spellje a Volt Legendary kart képessége. Igen, igen, igen. Én is azt látom, srácok, hogy itt átmegyek protra. Itt nekem itt van a... Hol is van? Gyakorlatilag itt van a Divine Toll is. Itt van egyébként a Divine Toll is. Az is például bekerült. Tehát a Covenant képesség is bekerült. Na, itt van. Eye of Tyr. Ja. Ez is új. Úgyhogy bekerült a Shadowlands-es Covenant képesség, illetve a Legion-ös fegyver képesség is. 4-esnek tegnap jött ki Game Pass-en, én is letöltöttem, és nincs szöveg a játékban nekem. Hú, nem vágom, Dolphin, nem próbáltam még. De biztos, hogy jobban jársz, ha újat raksz ki, mivel spellek átlettek dolgozva, mint ellentek is. Aha. Akkor azt fogjuk csinálni. Az lesz a legegyszerűbb, hogyha újra kirakjuk az egészet. Az lesz a legegyszerűbb, hogyha kirakjuk újra az egészet. Na nézzük. Nézzük, mik vannak. Természetesen megnyitom itt magam mellett, hogy miket javasolnak. Paladin. Alapban van Leon Hands-ünk. Igen. Blessing of Freedom, Hammer of Wrath. Az vajon hogy van, hogy itt miért van egy képesség? Ja, a specünk miatt ezt megkapjuk alapból. Aha, és ezt nem lehet kivenni. Ezek szerint, nézzük csak, tehát ez Holinál is ugyanúgy megvan? Lehet importálni. Ja, vágom Stalon, csak nem akartam még olyat. Nem akartam egyelőre még olyat. Aha. Na, ez tök jó. Ez tök jó. Mármint, hogy így alakul a talent. Ez tetszik. Szóval, vannak olyan talent pontok, amiket megad a specünk alapból. Például a protpalának a Leon Hands, meg a, ez az Aura of Resolute. Igen. És ez azt jelenti, hogy megkapjuk a koncentrációs aurát, meg a devotion-t. Wow! Az első sorokban a legtöbb klasszban és specben alapul ott van egy-kettő nód, ami meg lesz tanulva. Ha tippelnem kéne, a retrinél amúgy ez a Hammer of Wrath van, de most mindjárt megnézzük. Ez tök jó. Amúgy ez a talent importálás, ez hogy működik? Valami addon kell hozzá, vagy addon nélkül is megy? Aha, jól sejtettem. Swift Vengeance. Wow, ez tök jó. Ez az import. Ott van, hogy import konkrétan. Várjatok, eltüntetem a buksimat. Nézzétek csak. Itt van. Meg lehet osztani. Konkrétan kiteszi vágólapra. Lehet importálni, és ott van egy starter build. Wow. Na nézzük csak. Rányomok ide a starter build, már meg is csinálja. Wow. Hát ez nagyon király. Nekem most egyetlen egy addon van bekapcsolva a bartender azért, hogy működjenek a kébányjaim. Jó.
Na, hát akkor mehet a rezet, és akkor nézzük, hogy miket lehet itt kirakni. A Blessing of Freedom az amúgy nagyon jó, tehát ez egy ilyen support cucc. Szerintem az kell Holy meg Prot Paladinoknak is egyébként. Úgyhogy az jön. És ott lesz a Shift Boom, oké. Okay. Javasolják, ahogy látom, ezt a Hammer of Wrath-et is 20% HP alatt lehet nyomni. Vagy a szárnyak alatt. Amúgy a bartendert is lehet kukázni, mert most úgy, már ugyanazt meg tudod csinálni, mint a bartenderrel. Ja, valószínűleg igen. Mert hogy most már lehet mozgatni a bárokat. Tehát, hogy nem kell a bartender, ugye lehet mozgatni oda mindent, ahova akarsz. És én szimplán most lustaságból, bár igazából nyomok egy screenshotot, azt meg tudjuk csinálni. Nyomok egy screenshotot, és akkor meg lesz minden, hogy hol voltak a keybindjaim. Bár talán amúgy van screenshotom. És akkor megnézzük bartendel nélkül az egészet. Volt már olyan keybinding mód, hogy ráviszed az egeret a spellre, és megnyomsz egy gombot. Aha, ja, az volt régebben is. Szóval ezt elhozzuk, mert ugye ez még Holy Power-t is generál, tehát ez fixen kell. Mit mondanak? Kell ez az Aura of Swift Vengeance is. Ez ad nekünk Retribution Aurát, meg Crusader-t is. Aha, jó. Ez megvan nekünk alapból. Divine Steed, az kell, hogy tudjunk, ez egy movement ability, tehát a Divine Steed az továbbra is kell nekünk. Erre volt módosító. Aha. Ez ilyen hozzá kapcsolódó, nézzük csak. Az egyik igen, a másik pedig. Aha. Növeli a range-ét, meg a... Igen, növeli a range-ét a képességeknek 3 yarddal. Seal of Templar. Itt pedig ezzel pedig tovább tart a Divine Steedünk. Azt javasolják, hogy a Divine Steedünk tartson tovább. Jól van. Mi van még itt? Erre nem megyünk rá. A Repentance meg a Blinding Light-ra. Az egyik ugye... hát így... Egy percre... Hát kiüti az ellenfelet. Ez a Blinding Light, ez egy képesség volt. Uha. Szóval ez egy képesség volt itt a Proton. Ezzel gyakorlatilag dizorientált állapotba raktunk 6 szekig valakit. Valahol nekem ez itt volt, a 3-ason, igen. Ezt én használtam. Szevasz, Runner! Te Shadow Pappal meg Resto Duduval nyomod? Nice! Na jó, most már megnyitom a képet, srácok, hogy milyen volt régebben az Action Bar. Puskázok gyorsan. Na megvan. Ha mondjuk ez Holy Spetsbe volt. Aha, igen. Nekem itt a 3-ason korábban ez a Blinding Light volt. Nem is tudom, hogy ez miért volt jó a Prot Paladinnak. Miért volt nekem ez a 3-ason. De használtam, az rémlik. Valószínűleg amiatt, mert damage-elő képesség volt. Na jó. Haladjunk tovább. Meg mindjárt megcsináljuk, hogy átrakjuk a bartenderes keybindokról a... hogy hívják rá? Az alap action bárra. Az addonjaim frankon működnek? Az addonjaim működnek, de... jött egy csomó addons frissítés, de... attól még ugyanúgy át kell rendeznem majd mindent. Meg szerintem most már a Move Anything nevezetű addonom se kell, így hogy... ilyen testre szabható lett a UI. Na, szóval
elentelünk tovább. Itt semmi nem kell, valószínűleg ezek inkább PvP-s talentek. Bár, hát nem tudom azt elképzelni, hogy ezt mikor használja az ember a Repentance-t. Feast of Justice-ra azt mondják, hogy 2 pontot kell tenni. Aha. Tehát ez gyakorlatilag a Holy Power költésünk csökkenti a CD-t a Hammer of Justice-nak. Puskáznom kell. Hammer of Justice. Az melyik? Így most nincs meg. Az a stun, nem? Hammer of Justice. Jó, igen. Igen, tehát gyakorlatilag rövidül a cooldownja a stunnak. Szuper. Aztán megyünk még tovább. Mi ez itt? Aha, a judgmentünk azt okozza, hogy 20%-kal nő a sebzése a következő képességünknek, amit Holy Power-be költünk. Jó, tehát ilyet tesz fel a judgment a targetre. Szuper! Mi van még itt? Van itt Seal of Templar. Igen, ezt néztük. Itt ugye azt választottuk, hogy a Divine Steed-ünk tovább tartson. Illetve azt is javasolják, ha minden igaz, ez amúgy egy sorba volt legutóbb, hogy egy szekig tovább tartson a Divine Steed, és az is egy sorba volt, hogy 2 charge-os legyen. Úgyhogy most már lehet ezt a kettőt együtt használni. Szia, Frost Ghost! Igen, igen. Lesz hard módoskodozás. Na ne, nyomni fogjuk. Holy Aegis. Az armorunk és a crit strike chance-unk megnő 4%-kal, ezt is javasolják. Na nézzük, mi van még itt. Szárnyak, tehát ez egy olyan dolog, ami kell. Enélkül nincsenek is szárnyaink. Nekem ez hova volt berakva? Control G, aha. Lehet olyan talent, ahova nem kell a szárny. Ezt olyan nehéz elképzelni. Damage deal, illetve healing done 20%-kal megnő 25 szekre, és lehet kasztolgatni a Hammer of Wrath-et. Ugyan mit itt raktunk ki? Jó. Azt mondja, hogy Turn Evil nem kell nekünk. Ez a Turn Evil, ez alapból paladin képesség volt, hogyha minden igaz, nem? De legalábbis volt valamilyen undeades képessége a paladinnak. A szakítás az egy olyan dolog, ami kelleni fog. Igen, és akkor ez pedig itt a Reprisal. A Holy Power-t használó képességeink 5%-kal többet damolnak. Na hát most már 10% és ki is raktuk. Ezt is javasolják. Mi van még itt? Kihagytuk a toxin. Cleanse. Hoppácska. Jó, mondjuk én a raid build-et néztem. És... nekem inkább a Mythic Plus build kellene. Azt még ott ki tudjuk szedni. Igen. És akkor már is lehet Blinding Light-unk. Oké. Igen, mert hogy a Cleanse az egy olyan dolog, ami az ötfős partiba szerintem kell. És megértem, hogy raidben nem kell, de hogy ahogy én játszom, oda kell a cleanse. Még ezt jó, hogy megnéztük, srácok. Jó. Azt mondja, hogy Blessing of Protection szintén egy olyan dolog, ami kell. Immunissá teszi a physical damage-re és az ártó effektekre 10 szekig a party egyik tagját, vagy a raidnek az egyik tagját. Jó. Ez is jöhet, ez is valahol nekem ott van, Ctrl V. Szia, Pocó! Az mi ez a Great Fade, Runner?
Az mit csinált a papnál? Na. Blessing of Sacrifice. Ugye ez azt csinálta, hogy csökkenti a sebzését az adott emberkére, akire ráteszed. 30%-kal. Helyette én kapom meg a sebzést. Ez jó cucc. Ez jó cucc, ezt korábban is használtuk. És akkor mi van még itt? Judgment of Light. Aha, ez gyakorlatilag azt csinálja, hogy hílelődni tudok, amikor a targetet támadom. Van olyan? Aha, ezt javasolják egyébként a raid build-ben. Ötszekig a legtöbb cucc misszelt ellened, a PvP talent volt. Oh. A Markified Droidnál azt visszarakták? Az ilyen buffja volt, aminek ilyen farkas lábnyom volt a jelenem. Azt ki is vették? Ezt nem is tudtam. Golden Path. A Consec Heal-el. Na ez a Golden Path, ez ilyen... mi is volt? Shadowlands-es képesség. Nem tudom, hogy mondják jól. Ez ilyen kovenáns képesség volt, a Golden Path. Emlékszem, hogy ez nekem megvolt, vagy még meg is van, nem tudom, hogy még azok aktívak-e. De hogy ez a Golden Path, ez nekem be volt rakva. Hogy a Consec Heal-eljem, amíg benne állok. És azt nézem, hogy azt egyik talent sem javasolja. De legalábbis így a prot paladinoknak, hogy kitegyük. Jól van. Na nézzük. Van itt egy olyanunk, hogy Incandescensen, nem tudom, hogy kell mondani. Azt mondja, hogy minden holy power, amit költünk, 5% eséllyel. Felgyújtja a konzeket. És még holy damage-et okoz. Egészen őt enemy-nek, egészen őt enemy-ig, aki benne áll. Szóval a konszeket lerakunk, és holy power-t költünk, akkor még több sebzést nyom ezzel a talenttel. Ó, és azt mondják, hogy ezt érdemes kirakni. Touch of Light. Aha, ez valószínűleg ilyen healer talent lesz. Ezt gyorsan megsasolom. Én most mit nyitottam meg? Ja, prot palát. Valószínűleg ez az lesz. Tehát a képességeink okozhatnak ilyen eruptációt akire toljuk valamelyik képességünket, és 101 holy damage-et nyom a fény, vagy híleli a szövetségest. Ez jónak tűnik egyébként, ez a Touch of Light. Valószínűleg egyébként ez is ilyen Shadowlands-es képesség volt. És ugye ezt a holy palák használták. Oké, tehát akkor mert az, hogy a konzekben, ha kasztolunk holy power-es képességet, akkor plusz damok. Mennyi lett most a max level? Nem tudom, srácok, mennyi lett a max level? Én a 60-as vagyok. Nem tudom, 70-re lehet felmenni, vagy 65-re? Mi lesz a max level a Dragonflight-ba, srácok? Na nézzük. Improved Blessing of Protection. A Blessing of Protection-nek a cooldown-ját csökkenti, illetve a Blessing of Spellwarding-nak a cooldown-ját csökkenti 60 szekkel. Ez? Raid build-be kell? Nem, ez úgy néz ki, hogy sehova nem kell. Akkor jó. 70? Ó, köszi szépen, srácok. Unbreakable Spirit. Csökkenti a Divine Shield, az Ardent Defender és a Leon Hands-nek a cooldown-ját. Ezt javasolják? Javasolják. Na nézzük.
30%-kal csökken. Nem fogom tudni megnézni, hogy mi a különbség. Ha például az Arden Defender is hiányzik innen a képességeim közül. Mert ott van. Hú, jól van. Leon Hands meg 7 perc. Ez gondolom 10 perc lenne a Leon Hands. Ez 10 perc lenne. Divine Shield. Hát ez meg 5 perc lenne. Tippel nem kéne. Jól van. De az Arden Defender az meg 2 perc. Ja. Ezek kellenek a tank palának. Na nézzük erre mi van. Sacrifice of the Just 60 szekkel csökkenti a Blessing of Sacrifice-nak a CD-jét. Ez ilyen off-tank? Off-tanknak ez jól lát? Vagy kirakhat ilyet ki? Valószínűleg off-tankok. Gondolom én. Miért akarnák sűrűbben nyomkodni ezt? Igen, egy percenként nyomogathatnák a Blessing of Sacrifice-t. És mi van még itt? Recompense. Ha véget ér a Blessing of Sacrifice-unk. A teljes sebzésnek belemegy a következő Judgmentünkbe bónusz damage-ként, vagy a következő World of Glory-ba. És ez az effekt nem haladhatja meg. Mármint ez a bónusz damage nem haladhatja meg a maximum HP-nk 30%-át. Vagy healként a HP-nknak a 100%-át, a max HP-nknak a 100%-át. Blessing of Sacrifice. Az melyik is ez? Nem? Az. Aha. Holy Paladin is használhatna ilyet? Max a HP-t 30%-ával csapsz egy nagyobbat, aha. Igen, vagy a következő healünk a max HP-nk 100%-ával. Hílálát nagyobbat. Nem tudom, ez így, nem tudom. Nem tudom elképzelni, hogy ezt a sacrifice-t miért módosítaná bárki is. Így most perpil. Na, a 20 Holy Power-t, hogyha elköltünk, akkor a következő World of Glory-nk 30%-ával effektívebb lesz. Nem. A közeli szövetségesen 30% effektívséggel lesz, oké. Okay. After Image. Valószínűleg Holy-nak ez szintén jó. Golden Path. Igen, ez a Consec Heal-el. Aha. A Golden Path lesújt a legkevesebb HPU szövetségesre. De ugye ahhoz benne kell állni. Benne kell állni a Consecbe, hogy healeljen. És akkor tovább tart a heal. Tamparának a Consec Heal az adja a dungeonbe. Nem javasol, mármint hogy nem javasolt a Golden Path, hogy a Consec healeljen. Volt itt valami egyébként, valami híles. Volt itt Judgment Heal is. Igen, van itt a Judgment Heal is. Golden Path meg Judgment Heal. Fú, volt idő, amikor ez a Judgment of Light, ezt így használtam, de majdnem mondom már, hogy most rotpalával vagy retriként. De ezek közül most egyik se kell. Se a Consec Heal, se a Judgment Heal. Na mi van még itt? Seal of Clarity. Ha a Holy Power-t költünk, 5% eséllyel csökkenti a következő kosztját a World of Glory-nak, vagy a Shield of Righteousness-nek egyel.
Seal of Clarity. Ez se kell egyébként. Ez az oldal, ez így nagyon nem kell. Főleg azért, mert itt ez olyan jel, mint ami a polipaláknak a ez a proximity híje. Igen. A Blast Hammerünk ad 1% STR-t 6 szekre. Az a helyzet, hogy a Blast Hammer, én már nem is emlékeztem, hogy ez így néz ki, mert ez nekem le van cserélve, le lesz cserélve a Protection pontokból, és az ez lesz? Ja, ez lesz, igen. Ez a Hammer of Righteous lesz nekünk a Blast Hammerből. Na, hol tartottunk? Igen. Szóval, Seal of Clarity. Na, mi van még? Divine Purpose. Na, Holy Power Ability-k 15% eséllyel a következő Holy Power Ability-einket ingyenessé teszik, és a damage-ünk, illetve a heal-ünk 15%-kal megnő. Mármint, hogy annál az ability-nál. Ability-nél. Na, ennél mit mond? Ennél azt mondja, hogy ezt érdemes lenne kirakni. Holy Power Generation, aha, tehát megtriplázza a Holy Powernek a generálását 20 szekig. Ezt a képességet emlékszem, hogy Retrinél használtam. Divine Purpose-t akkor kirakjuk. Obduracy. A Speed és az Avoidance 2%-kal megnő. Ez egyébként egy új stat, ez az Avoidance? Nem rémlik. Nem rémlik már. De ezt se javasolják. Consec damage nő 10%-kal. Ezt sem látom egyébként. Se a raid, se a mythic plus build-ben. Jó. Akkor utolsó előtti sor. Ha elérjük az 5 Holy Power-t, kapunk Blessing of Dawn-t, ha elérjük a nullát, akkor pedig Blessing of Dusk-ot. A Dawn az azt csinálja, hogy 6 szekig nő a damage-ünk, illetve a heal-ünk. Nem. 15 szekig 6%-kal nő a damage-ünk és a heal-ünk, hogyha őt a Holy Power-ünk, hogyha nulla, akkor pedig 15 szekig csökken a bekapott sebzés. Seal of Might. Na, ezt javasolják mind raid, mind mythic plus build-em. Az Avenging Wrath, azaz a szárnyak alatt nő a Mastering 4 8%-kal. Vannak új? Itt ez most stat. Az a Avoidance, az nem tudom, hogy új stat lenne, mert abszolút nem rémlik, így név alapján. Haste. A Haste az kell a Prot Paladinnak. Stat prióban egyébként gyakorlatilag a második. Tehát az első az item level, a Haste pedig a második. Tehát mondhatni gyakorlatilag az első stat a prioritásban. Úgyhogy ez is kell nekünk. Na! 3%-kal több holy damage-et kaphat be 5 szekig ezzel a Seal of Crusade-del a célpont. A támadásainkból. Uh-huh. Seal of Order. In the Dawn. Igen. Ja, erősíti ezt az Of Dusk and Dawn-t. 10%-kal. Hát gondolom 16 lesz. 16%-kal többet damage-elhetünk és heal-elhetünk. Illetve 10%-kal több lesz az armorunk a dusk alatt. És 10%-kal gyorsabban generálunk Holy Power-t. Uh-huh.
Na nézzük. Sanctified Breath. Na itt melyiket javasolják egyébként? Pont ezt. Aha, hívjuk a fényt, és a retribúció avatárja leszünk 25 szekig. A judgmentünk plusz egy holy power-t generál. A másik pedig a Seraphim. Szevasz, Zeki, szevasztok, srácok! Aha. 15 szekig kapunk 8% készet, kritet és verszát, meg 8% masterit is. 3 holy powerért, 45 szekes CD-vel, instant. Újra elővetted a volt? Na, Kuncsi, jó szórakozást hozzá! Most még van egy hónapotok. Van egy hónapotok felkészülni a következő kiegre. Jó, hát akkor mehet ez. Ahogy látom, egyébként mind a raid, mind a mythic plus build-be ezt javasolják. Jó, és ez a Zelota. A Hammer of Wrath-ünk és a Judgmentünk 10%-kal többet damol. Hú, ez elég furán néz ki. És kitolja a szárnyaknak a durésönyét 0 szekkel. Ez nem tudom, 0 szekkel? Itt valami biztos, itt valami biztos kimaradt, srácok. 0 szekkel hogy tolhatja ki? Itt tényleg 0-át írnak? Valószínűleg 1 szekkel, nem? Jó, tehát megvannak a paladin pontok. Megvannak a paladin pontok, nézzük a protection pontokat. Tehát kell a shield, amit ugye nerfeltek, mert már nem generál holy power-t. Tehát ez kell nekünk. Ugye ez egy olyan cucc, ami a targetet holy damage-el sebzi, és interruptál, valamint silencer is 3 szekre, és tovább ugrik 2 másik targetre. Valamint azt mondja, hogy 8 szekig abszorbol annyi sebzést, tehát a sebzésünknek a 25%-át abszorbolja. Nem? De a sebzésünk 25%-át abszorbolja rajtunk. Illetve minden enemire sebez, aki 5 yardon belül van, 127-et. Ja, úgyhogy minden egyes target hitér. Aha, tehát hogyha pattan még 2-re, akkor sebezhet, ez nem tudom mennyi, de hogy majdnem 400-at. Az tök jó. Na nézzük. Van itt nekünk egy olyan, hogy Blast Hammer. Nézzük csak. És a Hammer of Righteous. A Blast Hammer lecseréli a Crusader Strike-ot, igen. És van a Hammer of Righteous. Azt mondják, hogy most már nem kell nekünk a Hammer of Righteous. Miért nem kell? Aha, ez a konszekkel együtt, nagy területi sebzést csinálna nekünk. 819-es fizikál damage-et nyom, a konszekbe pedig ilyen Wave of Light-ot nyom, ami 8 yardon belül mindenkire nyom ilyen 156-os holy damage-et. Aha. A Blast Hammer pedig valószínűleg azért jó, mert míg a Hammer of Righteous egy használatos, ez 3 charge-os lehet. Szerzőn holy damage-et nyomunk, igen. És 180 holy damage-et nyomunk az enemire. Kíváncsi vagyok, hogy ez a képesség hogy megy. Egy pillanat, srácok.
Aha, tehát így pörög körülöttünk a kalapács. Igen, ez nem ilyen volt. Mármint, hogy én nem ezt használtam. Pörög körülöttünk a kalapács, és megvéd minket 465 sebzéstől. Jó. Szevasztok, skacok! Csirezünk, csirezünk? Hát most éppen próbáljuk felfogni, hogy mit változtattak a talentfán, illetve hogy miért azt rakjuk ki, amit javasolnak. Inner Light. Amikor a Shield of Righteous lejár, akkor kapunk 10% block chance-t. Aha, és 360 holy damage-et nyomunk minden támadóra 4 szekig. Nos, nem ez kell nekünk, hanem amit javasolnak, hogy a Shield of Righteous növelje az STR-ünket és a staminánkat 2%-kal 10 szekig, és ez 3-szor stackkelhet. Tehát összesen 6, hát gondolom én, hogy 6%-kal növeli 10 szekig, nem pedig 30 szekig. Ja, valószínűleg az. Oké. Ebben a sorban azt mondják, hogy minden kell. Holy Shield. Na ez az, amit átdolgoztak. És már bizonyos mágikus támadásokat nem véd le a Holy Shield. Nő a block chance-unk 20%-kal, képesek leszünk spelleket blokkolni. És hogyha blokkolunk, akkor 177 damot nyomunk a támadónkra. Oké. Grand Crusader. Passzív képesség. Ha kitérünk egy melee támadás elől, vagy használjuk a Blast Hammert, 20% eséllyel rezeteljük a hátra maradt CD-jét az Avenger Shield-nek. És 2%-kal megnő az STR-ünk 8-ig. És ezzel kapunk egy Charge Judgment-et. Elég-e a 10-80 TI-ja a Wolfhoz? Hogy a fenében lenne elég? Simán. Bőven. Bőven. Mondjuk... az sem mindegy, hogy milyen felbontásba akarsz játszani. Shining Light. Minden harmadik Shield of Righteous ad egy ingyenes World of Glory-t. Ez is jó, mert ez is rémlik, hogy használtam. 1080p-be? Szerintem sima. Szerintem sima. 1080 Ti szerintem azzal menni fog maxon 1080p-be mindegyik táj. Nem? Srácok, vagy rosszul gondolom? Oké. Haladjunk tovább. Consecrated Ground. Na. Hát, megmondom őszintén, hogy nem emlékszem, hogy ez mi volt. Ez lehet, hogy talent volt korábban. De azt csinálja, hogy 15%-kal nagyobb lesz a konszekünk. És aki belelép, az 50%-kal lassabb lesz. Természetesen, enemy. A másik pedig az, hogy a Leon Hands-nek a CD-je csökken. Aha, ez ilyen... hát nem tudom. Mivel prot oldalon van, nem tudom. Leon Hands. Ez miért jó? Jó. Inspiring Vanguard. Na, ezt azt mondják, hogy nem kell kirakni, de mit csinál? A Grand Crusader... ...40% eséllyel rezeteli az Avenger Shield-et, aha. És ad nekünk még 4% STR-t, hogyha jól értem ezzel együtt. A Shadow Pup is most már tud Drinyót tolni? Az jó egyébként? Hogy tud olyat tolni? Arden Defender. Ez kell nekünk, ez szerintem nem is kérdés, így van. Azt mondja, hogy ez egy olyan CD, az egy olyan képesség, ami a bekapott sebzést csökkenti 20%-kal 8 szekig. Minden jellegű sebzés csökkent.
Amíg aktív, a következő támadásunk... A következő támadás, ami megölne minket, 20% HP-ra felvisz. Tehát, hogyha úgy nyomjuk be, hogy az ellenség agyon ütne minket, akkor ez heal-e rajtunk egy kicsit. Aha. Aha. Hát, hogyha egy nagyon nagyot csapna rám az emi, és jól használom, akkor megment a haláltól, és 20% HP-ra felvisz. Ha. Ha. Ezt nem is tudtam, ez eddig is ilyen volt, srácok. Ennyire szerintem én most sose olvastam el a talenteket. Talán Lich Kingbe. Ugye nem kell újra összerakni a talenteket? Nem kell, de érdemes. Ugye megjegyezte őket, és csak újakat kell. Megjegyzett mindent gyakorlatilag, de ettől még újra ki kell rakni. Hát, hogyha látod, régebben olyan volt a talent, hogy volt 3 oszlop, mit tudom én, 5 szintenként kaptál talentpontot, és választanod kellett, hogy melyiket akartad. Mindenféleképpen érdemes nyomnod egy resetet, és megnézni, hogy mi az, amit kiraksz, vagy csak így be tudod importálni a tuti buildeket. Ez már nem a PTR szerver. Ez már élesben van. Jó, Barricade of Fate. A következő, nem, amikor elnyomjuk az Avengers Shield-et, megnő a blokk chance-unk 10%-kal 10 szekig. Nem kell, de aki tudja, hogy mit csinál, annak érdemes újra elolvasni mindent és kitalálni a legjobban. Ja, igen. Hát, ha nem is nyúlsz hozzá, akkor is látni fogod, hogy gyakorlatilag eltűntek képességek az action bárodról, és képességek, amik az action bárodon maradtak, azok már nem azok, amik voltak. Na, szerintem ez kell. Mit mondanak? Kell. Mythic plusz build-be ez kell. Így van. De raid-ben nem javasolják. Block chance nő 10%-kal 10 szekig. Jó. Leveling-be mit mondan? Leveling-be még ez se kell, meg az se kell. Jól van majd. Hogyha levelingelünk, akkor leveling build-be fogjuk nyomni, mert tényleg erre a CD-re, erre a nagy... Erre a másfél teket CD-re nem lesz szükség. Oké. Consecration in Flame. Azt mondja, hogy mit javasolnak ide. Ezt mindenhova javasolják. Gyakorlatilag 2 szekkel tovább tart a consec, és a damage 20%-kal nő. Jó, következő sor. Improved Holy Shield. A spell blokkolás esélye 10%-kal nő. Ahogy látom, nem ezt javasolják. Sőt, ez ugye nincs is benne a raid-es build-ben. A Mythic pluszosban pedig a másik van, a Sanctuary. Amíg a consecbe állunk, a sebzésünk, mert a ránk háruló, vagy mi, a ránk jövő sebzés 5%-kal csökken. Oké. Okay. Nem. A Wolfheadet nézek, srácok. Lassan már nem tudok mire bindelni, több betű kéne az ABC-be. Ja, én ilyen alt módosító, control, shift. Bár az a helyzet, hogy az alt, szinte az altos módosítókat egyáltalán nem használom. Alt V, alt T, alt Q, szinte ezeket egyáltalán nem nyomom el. Mondjuk azon vannak a nagy CD-k, meg a raciál. Már bent vannak klassz változások? Hát... Igen, a talent rendszer új, szóval gyakorlatilag van bent klassz változás. Szóval kiraktuk ezt a Sanctuary-t. Nézzük, mi van még, srácok.
Bulwark of Order. Azt mondja, az Avengers Shield 8 szekig shieldel, nézzük csak. Tehát gyakorlatilag 16 szekig shieldel minket, ha jól értem. Alapból ugye 8 szek, és 25%-ot abszorbol. Tehát ez akkor ad hozzá még 8 szeket, azaz 16 szek, és 50% damage-et abszorbol. Tehát a semzésünknek az 50%-át ránk teszi abszorbként, talán ezt így jó megfogalmazni. Na, és hogyha ezt kirakjuk, akkor így már 24 szekig shieldel minket, és a sebzésünknek a 75%-át rakja ránk abszorbként, azt a... De durva. Akkor rakd az űrre a dolgokat? Igen, meg az F12-re. Nem, amúgy nem tudom, hogy még mire kell bindeni. Ez is egy olyan dolog, hogy kényelmes helyre kell rakni a keybindokat nyilván. Na nézzük. Ez rémlik, hogy ez az Improved Ardent Defender, ezt így használtam. Most mit mondanak? Érdemes-e használni? Vagy legalábbis valami hasonlót használtunk rában. Vagy csak az ikonja ismerős. Na hát, ahogy látom, itt a Mythic Plus-os buildbe egyik sem javasolt. Sem ez, hogy 10%-kal, még 10%-kal csökkenti az Ardent Defender a bekapott sebzést, tehát 30%-kal. És itt van a Blessing of Spellwarding, amit elvileg most már nem csak a Prot Paladin tud csinálni. Na hát ez a Blessing of Spellwarding, ez gyakorlatilag se a leveling, se a Mythic Plus, se a Raid buildben nincs benne. Szia, Kitty! Ne viccelj, Kitty, használd egészséggel. Olyan forgalom van a Training Dominál, mint a nagybani piacon. Na, Light of the Titans. Aha. A World of Glory hotol. Az eddig is hotolt? Amúgy azt hiszem itt volt valahol, itt van World of Glory. Ha ez hotol, tehát a Light of the Titans-el még jobban hotol. Aha, hogyha valami ártó, periódikus effekt van rajtunk, akkor 50%-kal hatékonyabb lesz ez a hot, hogyha jól értem. Belépéskor voltak jó? Nem hiszem. Se most a pre-patchkor nem volt jó, se szerintem a pre-patchkor nem lesz jó. Hogyha lesz jó, akkor max, hogyha az új kieg megjelenésekor, éjfélkor. DPS méter még nincs. Még nincs alapból a játékban. Ezt jól látod. Na ez is egy olyan dolog, amit a Mythic Plus-ra nem javasolnak, de raidre, illetve fejlődésre igen. Úgyhogy mi ezt nem rakjuk ki. Nézzük. Na. Minden egyes Avenger Shield találatkor kapunk 2% perit 15 szekre. Ez ugye nagyon menő lesz a Divine Tollal. Ami most már egyébként itt is benne van. Talent pontként. Nem alapból, hanem az addon nincs update-elve. Komolyan. Kurse forge? Na mit mond a Kurse forge? Nekünk lefrissült-e? Na azt mondja a Kurse forge, hogy details. Details 9.2.7-es. Nem kamusztál bumbok, így nem kapsz timeoutot. Szóval peri százalék növelés 2-vel 15 szekig minden egyes Avenger Shield találatkor. 15 szekig, hány szekenként? 13 szekenként tudjuk nyomni. Uh-huh. Meg itt van a Divine Tollunk is. Uh-huh. Jó. Mi van még itt? Crusaders Resolve.
Az ellenség, akit eltalálunk az Avenger Shield-el, 2%-a többet tudunk rá sebezni 10 szekig. És ez stackelhető 3-szor. Tehát 6%-kal több dammelt az elemére. Na hát ez egy olyan dolog, ami egyik talentágon, tehát egyik, mi az? Tehát se a raid build-be, se a leveling build-be nem kell. Viszont ez nekünk kell. Oké. Na nézzük. Nézzük. Gears Enforcer azt mondja, hogy ez pedig mind a Mythic plusz, mind a leveling build-be kell. Na nézzük miért. Az Avenger Shield meg lesz erősítve a Holy Fire-rel, ami azt jelenti, hogy 128-al többet damolunk mindenre, mindenkire, aki 5 yardon belül van a target hitkor. Tehát amikor a shield átpattan, milyen távolságra tud pattanni? Az nincs leírva, hogy milyen távolságra tud pattanni. 30 yardos a shield pattanásnak a range-e? Valószínűleg igen, nem? Ja. Hát így még több AOE-nk lesz. Nem? Ő damol kevesebbet 2%-kal, igen? Köszi szépen a pontosítást, Baróti. Jaj, Malac, értettem. Láttam, nincsen még ehhez a patchhez addom. Igazatok volt, 2%-kal csökken az ellenség sebzése, és ez 6%-ig növelhető. Na hát, ebből kell nekünk kettő is. Úgyhogy 255 damot nyomunk minden enemire. Aki a patta, tehát akit eltalál az Avenger Shield, és az 5 yardon belül van. Hát még több ahova. Na nézzük, Relentless Inquisitor. Na ez raid build-be kell. Nekünk pedig azért nem kell, mert... Na, ha Holy Power-t költünk, kapunk... nem tudom mi ez, hogy per finisher. Mi számít finishernek? Hogyha megölünk valakit? Az számít finishernek? Elnyomunk egy képességet, az finisherré válik, hogyha valakit megölünk? Srácok. 1% hésztet kapunk 12 stackig, és stackkel 3, stackkelhető 3-szor. Tehát gondolom, hogyha megölünk 3 enemit, ami Holy Power-es képességből jön, azért 3% hészt szedhető össze. A Holy Power költő az a finisher, ami holy cuccot fogyaszt. Aha, tehát akkor azt számít finishernek. Azt nem tudtam, hogy az finisher. Jó. Szóval, hogyha Holy Power-t költünk, akkor hésztet kaphatunk. 12 szekig. Oké. Csak még így a játékban, itt a WoW-ban nem láttam ezt a fogalmat, mint finisher, azért kérdeztem rá. Na nézzük, raid build, mythic plus build, minden buildbe ezt javasolják, ezt a might-ot. Na, ez pedig, hát mit tudom én, valahol itt van. Nem, itt van, igen, itt van. Tehát itt Holy Power-t kapunk. Igen, tehát a Judgment plusz egy Holy Power-t generál, amíg tart az Avenging Breath. És itt pedig a Critical Strike chance nő 20%-kal az alatt a 25 szek alatt. Oké, tehát ez egy erősítés ennek a képességnek. Rukonál az a finisher, ami combo pontot veszel, ezért gondolom. Aha. Köszi, srácok. Na, tehát erősítettük még jobban az Avenging Breath-et. Tehát nem tudom, hogy ez így le lesz majd írva, hogy melyik talent módosítja, vagy hogy már alapból a módosított képesség lesz, mert ugye itt látjuk, hogy csak az alapszárnyak vannak. Kíváncsi vagyok, hogy ez majd hogy fog látszódni. Sentinel lecseréli az Avenging Breath-et.
15 stacknyi Divine Resolve-ot kapunk. Az micsoda? Mi ez a Divine Resolve? Oh shit. Aha. Hát akkor megnézzük. Divine Resolve. Én nem tudom, ez micsoda, srácok. Divine Resolve. Mi ez a Divine Resolve? Most esik le, hogy a te csatornádon nincs minden 15. percben reklám. Nem, itt fél óránként van. 3,5 perc múlva jön, és ez azért jó, mert hogy fél óránként van a reklám, mert aki betoppan, annak nincs reklám. Tehát, hogyha bezárod a böngészőt, megnyitod újból, akkor nincs reklám. De fél óránként az a minimum, sajnos. Tehát, hogy nem tudom feltolni egy órára. Vagy feltolhatom egy órára, de akkor azok is kapnak reklámot, akik éppen most megnyitják a streamet. Szóval talentek. Ott tartunk. Szóval nem tudom, mi ez a Divine Resolve. Akkor mindjárt rá. 2,5 perc és mennek a reklámok. Hogy megtudjátok, hogy mit hallgassatok Spotify-on szakítás után. Na, szóval növeli a max HP-t 2%-kal, csökkenti a bekapott sebzést. Stackenként... Értem. Tehát 15 stacket kapunk, azaz 30%-kal növeli a max HP-nkat, és csökkenti 30%-kal a bekapott sebzést 25 szekig. És 10 szekenként vesztünk egy stacket. Aha. És amíg költünk Holy Power-t, addig delay-elhetjük a következő stacknek az elvesztését egy szekkel. Ez a Sentinel amúgy érdekes. Igen, és elég agresszív módon tolják, nincs skip meg semmi eső. Én tudok olyat csinálni, hogy elhalasztatok adásonként 3 reklámot, azt hiszem 5 perccel. Hogyha éppen valami érdekes történik. De most így... nonsense, hogy egy streamer arra figyeljen, hogy jaj, most éppen valami érdekes dologról beszélek, és akkor húha, reklám halasztás a gomb. Nem. Tehát oda már egy stáb kell. Hát, hogy nem hiszem, hogy erre a streamerek 99%-ra így figyelne. Oké. Amíg ez aktív, a Judgment plusz egy Holy Power-t generál, a damage-ünk és a heal-ünk nő 20%-kal, és a Hammer of Wrath az így bárkire kasztolható. Igen, paradox. Jól van, hát akkor megtudtuk most azt, hogy ez a Sentinel, ez érdekesnek tűnik, nem tudom, hogy mikor használná az ember. Nem tudom elképzelni per pillanat, nem látom azt a szenáriót, hogy ez így mikor jó ez a Sentinel. Hand of Protector. Na, Hand of Protectornál járunk. És ahogy látom, srácok, ez sem illik egyik buildbe sem. Aha, a World of Glory hiány nő a target hiányzó HP-ja alapján. Oké. Conviction. Amíg a consecbe állunk, addig a Shield of Righteous és a World of Glory 10%-kal többet heal-el meg damol. Kell ilyen? Kell. Shield of Righteous. Igen, azaz. Na nézzük. Ez gyakorlatilag mindegyik prot build-be kell nekünk. Okés. Na nézzük. Resolute Defender. Ez kell valahova? Nem. Miért nem kell? Minden Holy Power, amit
elköltünk, csökkenti az Arden Defender és a Divine Shield-nek a CD-t. Valószínűleg amúgy ez azért nem kell, mert amúgy menőnek tűnik ez a talent, mert ennél vannak jobbak. Ha tippelnem kéne, azért nem használják ezt sehol, mert ennél van jobb. Oké. Okay. Na, Bastion of Light. Ez nekem már ide be van rakva. De nem emlékszem, hogy ez most így, ez így milyen képesség volt. Ez most ilyen Shadowlands-es Covenant képesség lehet? Vagy ez nem tudom mi lehet. A következő három Shield of Righteous és World of Glory nem kerül Holy Powerbe, és ez egy kétszekes CD-t kapott. És ahogy látom, ez gyakorlatilag mindegyikbe build-be kell. Jó, hát akkor egy újabb kétszekes CD-vel kell majd játszadozni. Ezt most így ide átrakjuk. Még arra kíváncsi lennék, hogy mi alapján migrálták a régi talentfát az új talentfára, azért kicsit másképp néz ki így újra rakva, mint ami be volt pakolva. Hát, figyelj. Nem tudom. Általában ilyenkor rezetelni szokták mindenkinek a talentfáját, szóval nem tudom, hogy maradhatott meg. Fura, hogy nem rezetáltak. Szerintem. Tehát, hogy nem tudom, hogy most mi eredményezhette azt a döntést, hogy nem rezetálnak. Mert nekem az rémlik mindig, amikor hozzányúlnak így nagyban a talentfához, akkor tolnak egy rezetet. Mondjuk, amikor az előző talentfához hozzányúltak, akkor úgy nyúltak hozzá, hogy nem rezeteltek, hanem csak szimplán az adott sorból nem volt kirakva neked semmi. Na nézzük. Következő. A következő is mindegyik, mind a Raid Build-be, Leveling, meg a Mythic Plus Build-be ki van rakva. A Guardian of Ancient, ez egy nagy CD. És 50%-kal csökkenti a bekapott sebzést 8 szekig. Tehát van nekünk az Arden Defenderünk, amit még nem tudunk kirakni, ez 20 szekkel csökkent, ez meg 50%-kal csökkent 8 szekig. Aha. Mindkettő 8 szekes. Aha. Tök jó tudni, basszus. Tök jó volt megtanulni ezt, hogy a következő sebzés, ami megölhette minket az Arden Defender alatt, az fölvisz minket 20% HP-ra. Ezt tetszik. Mindenkinek beállították az alap starter buildet, hogy ne legyen üres. Ó, Remgax. Ó, na ez mondjuk megmagyarázhatja a dolgot. Aha. Jó. Crusader's Judgment. Na nézzük. Ez is úgy néz ki, hogy mindenkinek kell, mármint hogy mind a raid buildbe, mythic plus buildbe és a levelingbe. A Judgmentünk két charge-os, és a Grand Crusader szintén ad a Judgmentre egy charge-ot. Mi ez a Grand Crusader? Ugye név alapján most itt nem ismerős, mi ez a Grand Crusader? Aha, szóval azt kell keresnünk. Hihi, pillanat, srácok. Bajba vagyok a nevekkel, szóval ez az. Igen, ez eddig is volt. Pillanat, meg kell értenünk, hogy most mi van. Na jó, de így hány charge-unk lesz? Ezzel lesz két charge-os a judgmentünk. Ezt most nem értem, srácok. A Grand Crusader azt mondja, hogy ad nekünk egy judgmentes charge-ot, de akkor ezzel meg alapból kettő lesz, tehát akkor három judgmentet tudunk nyomni. Ha bejön a Grand Crusader hatása, akkor visszaad egy judgmentet is. Ó. Tehát akkor nem egy plusz charge-unk lesz, hanem ha éppen elkerüljük a támadást, vagy ugye Blessed Hammer-t nyomunk, akkor adhat egy judgmentet.
illetve mindezek mellett csökkenti az Avengers Shield-nek a CD-jét. Aha. Aha. Aha, aha. Értem. Értem. Jó. Ez így világos. Köszi szépen. Köszi szépen, Remgax. Most akkor elvették a Covenant Ability-ket? Igen, ott írja a Grand Crusader-nél, hogy ad egy charge judgmentet, csak az nem volt számomra világos, hogy ha ezt itt kiveszem, akkor is írja. Hát, hogy így nem volt számomra világos. Tehát, hogyha ez nincs kirakva, akkor mondjuk ez nem igaz, mert nagy valószínűséggel ez a kiírás, ez azért van így, mert ugye nem aktív a talent fánk, ha tippelnem kéne. Mit mond egyébként? Szerintem a Grand Crusadernek a leírása az nem így néz ki. Ja, ez valószínűleg azért van, mert a starterbe ez aktív. Oké, és... Csak Shadowlands-be lehet használni őket. A Covenant Ability-ket? Ja, nekem az még oda van írva, hogy Class Ability Kirian, de például ott az ugyanaz, nem? Ugye? Azt mondja, hogy instant castol Avengers Shield-et. Igen. 5 targetre 30 second belül. Aha. És ez még jobb is, mert Holy Power-t generál. Ez pedig nem generál Holy Power-t. Aha. Per target hit. Aha. Tehát, hogyha valaki a Divine Toll-t szeretné használni továbbra is, paladinként, tank paladinként, akkor érdemes lecserélni ezt a képességet, mert hogy ez még Holy Power-t is ad. És a Dragonflight-os pre-patch előtt ez is adott Holy Power-t, de most már nem ad. Ja. Hát ezt jó tudni. De a tippel nem kéne osztott cooldown van, tehát nem lehet együtt a kettőt használni. Hol tartottunk? Azt mondja, hogy kiraktuk ezt a Crusader's Judgment-et. Azt mondja, hogy Leon has Divine Shield, Blessing of Protection és Blessing of Spellwarding 20% cooldown-t kap. Na nézzük, ez kell valahova. Úgy látom, srácok, ez sehova nem kell. Ciao, Wolfedről megoldottam én a talentjeimet fél perc alatt. Ja, én is, tehát hogy így, ha valaki gyorsan meg akarja oldani a talentjét, itt van, import gomb, azt szevasz. Én most csak azért nézem így át tüzetesen, mert tökre nem emlékszem már, hogy mit csinálnak a talentek. Mondjuk a képességeimre sem emlékszem. És ez egy jó felfrissítés, meg rádöbbenés arra, mint például most az Arden Defenderre, hogy hogyan amúgy ez amúgy megment mindket egy haláltól. Na nézzük. Focused Enmity. Az Avengers Shieldünk 100%-kal, a sebzése megnő 100%-kal, de csak egy targetre megy a shield, nem pattog. Biztos van az a szituáció, amikor ezt így átrakod. Az a jó ebbe, hogy így fogod, így leveszel egy pontot, átrakod, apply-olod, a szevasz, megvan az új talented. Tök jó. Hát biztos van az a szituáció, amikor ezt így átrakod. Na jó, de ha importod, esélyes, hogy néhol meglepődsz olvasás nélkül. Ja, valószínűleg igen. Ez benne van. Igen. Na és azt javasolják nekünk, hogy ezt a Soaring Shield-et használjuk, és így az Avengers Shield két másik targetre is átpattan. Na, tehát ugye most volt az, hogy kettőre pattan. Úristen, ez nagyon durva kombó. Izuistag. Tehát az Avengers Shield úgy át van már alakítva egy a talentekből,
hogy valami kegyetlen. Ugye most kiraktuk azt, hogy két másikra is átpattanjon, tehát összesen már négy enemit is eltalál, és van egy csomó változtatás rajta, mindjárt megkeresem, hogy hol. Na, ott van például az, hogy 24 szekig tart az Avengers Shield-nek a ez a abszorbolós cucca, ha jól értem. Tehát, hogy 75% damage-et le tud védeni az Avengers Shield. Persze, ha jól értem. 24 szekig. És még van itt valami más is. Szóval, ott van. Például itt van ez is. Az Avengers Shield Holy Fire-t nyom 5 yardon belül azokra, akik a target range-ében van, akire átpattanhat a shield. Jézusom. Azt nem tudom, hogy ez stackkelhet-e, tehát mit tudom én, hogyha van A enemy, aki benne áll az első shield találatkor, illetve a második shield találatának range-ébe, akkor egy enemy-t kétszer eltalálhat ez a Tears Enforcer, vagy csak egyszer találhat el. Meg kéne nézni, mi? Mert itt ugye ez arról szól, hogy mindenki, aki mondjuk ott van, hogy each target hit, tehát valószínűleg ez stackkel, ez a sebzést. Tehát, ha egy target benne van mind az öt enemy range-ébe, akire rámegy a shield, az bekaphat 5x255 holy damage-et. Ez ilyen olvasós stream. Ez tök menő, srácok. Ez a Soaring Shield, ez nagyon kellett az Avengers Shield-re. Na nézzük tovább, srácok. Gift of the Golden Valkyrie. Minden egyes Avengers Shield, nem tudom, hogy miért áll a számra ez a shit. Szóval minden egyes Avengers Shield, ami átalálja az enemit, redukálja a CD-jét a Guardian of the Ancient Kings-nek. Ugye ez a legnagyobb CD-nk. Én örülök, hogy most már nem három talent közül lehet választani. Én örülök, hogyha valaki ennek örül. Viszont szerintem a játékosok 90%-a, lehet megmerem kockáztatni, 95%-a fogja azt a WoW-edről benyomja a talentet magának. Így az import gombbal. Ezzel itt. És így azt mondja, hogy ja, tök jó, hogy lehet talentet választani, de amúgy meta build-on a szevasz. Ez a klasszikus, hogy mindenki örült neki, mindenki örül a régi talentfának, de amúgy nem használja ki, hogy lehet változtatni. Na. Illetve, hogyha lemegy a HP-nk 30% alá, megerősít minket ez a Guardian of the Ancient Kings 4 szekig. És ez azt jelenti, hogy wow, amúgy ez elég király, ezt használják valahol? Azt nem tudom, mondjuk. Tehát, hogyha nem megyünk 30% HP alá, akkor 45 szekenként 4 szekig kaphatunk 50% damage reduction-t. Szerinted gáz, hogyha a legalsó talentek közül nincs bepipába semmi? Vajon az kötelező? Hát valószínűleg ezek tehát, hogy ez szerintem, ami itt van középen, ez ilyen kötelező, ami itt van, és úgy, hogy minden nyíl rámutat. Az, hogy a mellette levők nincsenek kirakva, szerintem nem gáz. Mondjuk az nem a játékos hibája, hogy van egy build, ami egyértelműen jobb, mint a másik. Ja, persze. Csak akkor nem sok értelme van a másik. Tehát, hogy akkor nem sok értelme van változtatgatni. Még kapunk összesen 10 pontot, kb. Max szinten. 10 pont a paladin pontokra, vagy 10 pont a protection pontokra? Amúgy, ja, látom, hogy nekem már elfogytak a talentjeim. Ja, és amúgy azt nem tudjuk kirakni. Tényleg, ebbe bele se gondoltam, hogy ez itt már ugye a pre-patch, tehát, hogy nem fogunk tudni mindent kirakni.
Szóval, ja, azt például nem fogjuk tudni kirakni, hogy az Avenger Shield... Na mindegy, hol tartatunk? Itt. A Gift of the Golden Valkyrnél, és ezt ugye egyik buildbe se javasolják. Eye of the Tear. Ugye ez volt a legionös fegyvernek a képessége. Blinding of Flash nyom, igen, a shieldünkből, ami 1021 holy damage-et nyom minden enemire, aki 8 szeken belül van, és csökkenti a sebzésünket. Amúgy lehet, hogy ezt a képességet dolgozták, de nekem tökre rémlik, hogy ez volt a legionös fegyverhez. Csökkenti a sebzést 25%-kal. Az ő sebzésüket ránk. Tehát a 8 szeken belül levő enemik 25%-kal kevesebbet damolnak ránk 9 szekig. Ja, amúgy lehet, hogy az... Ajaj, ujjjj. Hoppácska. Igen, oda megyünk. Ez egy olyan dolog, ami kell. Uha. Aha. Jó. Itt még el lehet menni. Tehát innen például le tudunk venni egy kis hésztet. Na, de melyik az, ami jó lehet? Nem tudom. Mindjárt megnézzük, srácok, hogy miből kéne lefaragnunk, hogy eljussunk a végéig. Ja, itt például, hogyha a kettest leveszem, akkor nem enged tovább. Ja. Na, nézzük. Igen, tehát ezt például javasolják. Na, amúgy el tudunk menni a végéig. Csak akkor például nem lesz olyanunk, hogy minden egyes holy power, amit elköltünk, csökkenti az Avenging Breath és a Guardian of the Ancient Kings-nek a CD-jét. Aha. Nézzük, hogy ez mennyire érdekes ahhoz képest. Mindjárt megnézzük, srácok. Casting Word of Glory grants you, igen, tehát ha elnyomjuk a Word of Glory-t, akkor 5% block chance kapunk 5 szekig. És ezt így van, 10%-ig fel lehet nyomni. Ezt használja valaki? Senki nem használja, srácok. Mondjuk a Mythic Plus build-be ezt bele se rakják. BTF. Ja, értem. A Mythic Plus build-ben ez így nincs is benne. Lol. Ez az Eye of Tear nincs benne a Mythic Plus build-ben. Helyette ez van benne. Tehát valószínűleg azért, mert így is van egy csomó AOE-nk jelenleg. A tippel nem kéne. Valószínűleg amúgy azért van. És egy perc, ezen meg egy perces CD van. Hát akkor valószínűleg azért van. És akkor többször tudunk szárnyazni. Meg elnyomni a nagy CD-nket. Jó, hát amúgy akkor megvagyunk. Nézzük csak. Aha, nem látszódik. Abba bíztam, srácok, hogy látszódni fog itt a változtatás, de nem látszódik. Például az látszódik rajta, hogy ez a kettő additional target az Avenger Shield-e, mert ott van rajta, hogy valakit eltalálunk vele, és átugrik 4 másikra. De például az nincs rajta, hogy... hogy 24 szekig... shield-el minket 70%-kal. Ez akkor nincs meg, hogy ez a Bulwark of Order, ez hogy működik az Avenger Shield-el. Mert ez ugye az lenne, hogy erősíti amit mi sebzünk az Avenger Shield-el, annak a sebzésnek az 50%-át ránk rakja abszorbként. De ez akkor nem vágom, hogy működik. Hát akkor ez úgy működik, hogy ránk rakja 8 szekig a 25-öt, és ránk rakja 8 szekig az 50-et? Valószínűleg amúgy így van. Tehát ránk rak két buffot is egy sebzésből,
és az egyik a sebzésünk 25%-át védi le, a másik meg a sebzésünknek az 50%-át abszorbolja. Aha. A Wolfhead Dragonfly talent kalkulátornál meg tudjátok nézni a talentokat. Én most ott nézem. Ez a 3-patch cheat sheet. Most ott nézem. De amúgy meg rajta van, tehát hogy szerintem, hogyha egy új karakterrel nézzük a talenteket, akkor nem hiszem, hogy a Grand Crusader-en rajta lenne az a Grand Charge of Judgment. Tehát minden egyes talent változtató pont, az módosítja a talentet. Ez meg szerintem ez ilyen plusz, ez nem módosít. Mert hogy ahhoz annak kell lenni, hogy Combine. Mondjuk annál sincs ott, hogy Combine. Hű, nem tudom. Ez egy kicsit fura. Ez egy kicsit fura, hogy vannak talentjeink, ugye, amik képességek, és a képességeket módosítják talentek, és nem mindegyiknek a módosítása látszódik, csak akkor, hogyha fejbe tartod, hogy ott történt módosítás. Na jó. Végeztünk ugye ezzel a sorral, még van kettő, de azt már úgyse tudjuk kirakni, majd hogyha elérjük a max szintet. Azt mondja, hogy az Avenger Shield 10%-kal többet damage-el a primary targeten. És ez gondolom felhúzható, úgyhogy 20%-ig, ja. Aztán a Shield of Righteous ad még 10% armort. Mi van még itt? Amíg rajtunk van a Divine Shield, addig minden target 15 yardon belül tauntolva lesz. Valami ilyesmi is rémlik egyébként. Ilyen talentünk volt korábban, vagy ameddig el volt nyomva a bubink, a Divine Shield ugye a bubi, addig mindenki tauntolva van, mert hát bubit elnyomni enélkül tankként, hát nem tudom. Hát, én nem tudom. Ne, tényleg, azt se látom, hogy tankként bubizni úgy, hogy él a partid, enélkül a talent nélkül, az nem tudom mikor jó. Most itt egy ötfős partira gondolok, nem egy raidre. Bubi HS, igen. Én béna paladin vagyok, nekem nincs ilyen makrom. Jó, ez a Final Stand, ez kifejezetten hasznos, szerintem ez max szinten ez egy kötelező dolog lesz. Legalábbis, ha a raid buildben nem is Mythic Plus-ban, szerintem igen. Debuff dropra jó. Eldír. Nem is. Party maniac. Jogos. Igazad van, bár akkor nem tudom, hogy mi történik az agróval. Akkor újra fel kell építeni mindenkinél, vagy ez hogy megy? Agro resethez kellett, de az változott. Uh-huh. Itt a Divine-tól, ugye, ami a Kirian képesség, bekerült a talentbe, és most már Holy Power-t is ad target hitkor. Ja, én most itt a Mythic Plus-os build-re gondoltam, hogy szerintem ott ez a Final Stand nagyot fog menni. Hát annó, ha bubisztál, akkor akrót vesztettél. Uh-huh. Makróval lehet tauntolni, aha, te Divine Shield-et elnyomja, leszedi, tauntolsz. Wow, ez tök menő. Én ilyet nem is csináltam még korábban. Ez menő, srácok, amit így most mondtok. Valával nem nagyon van agró gond, aha. Moment of a Glory. Kapunk egy másfél szekes CD-t. És a következő 15 szekig generálunk a damage-ünk 20%-ából shieldet. És az Avenger Shield damage megnő 20%-kal, valamint csökken kuldánya 75%-kal. Tehát ez gyakorlatilag egy plusz, ez egy plusz shield a karakterünkön. Egy plusz absorb. Valával takoltam mitiket évekig. Hát, én is most büszkén mondanám, hogy ja, én is, de
én nyomtam kulcsozásokat, mythic pluszozásokat, de nem emlékszem már semmire a játékból. Mármint úgy, hogy milyen volt tankolni. Úgyhogy nekem ez most egy új élmény lesz. Hiába tankoltam Shadowlands-be is, meg előtte is, meg hiába híleltem, nekem most ez most egy olyan lesz, mint hogyha újra felfedezném a WoW-ot. Másfél éve. Ja, tavaly. Nem? 2021-ben? Nem tudom. 2021 év elején játszottam utoljára. Bulwark of Righteous Fury. Növeli az Avengers Shield-nek a damage-ét. Nem? Az Avengers Shield növeli a következő Shield of Righteous-nek a damage-ét 30%-kal. Minden egyes target hit esetén. Ugye, amit az Avengers Shield-el nyomunk. Tehát, ha ezt elnyomjuk egy Avengers Shield-el, ami ugye 5-5 pattan, az növelheti 150%-kal a Righteous, mi az a Shield of Righteous-nek a sebzését. Wow. Wow. Ez amúgy elég menő. És tényleg helyette inkább a Holy Power tehát a Holy Power költő képességeink cooldown csökkentését javasolják. Azt a rohadt. A Shield of Righteous sebezhetne 150%-kal többet. Ez menő, ez nagyon menő, srácok. Ez a Bulwark of Righteous Fury. Na jó, van egy olyanunk, hogy Divine Resonance, ami a Divine Toll-ra van hatással. Miután elkasztoltuk a Divine Toll-t, elkasztol... És oda? Igen, elkasztolja az Avengers Shield-et. Minden 5. másodpercben 15 szekig. 15 szekig, tehát 3-szor elkasztolja. Az 5. szekbe, a 10. és a 15. szekbe az Avengers Shield-et. Ez a Divine Resonance vajon, ha ugye be van rakva, akkor mi nem is tudunk Avengers Shield-et nyomni, vagy ez egy másik Avengers Shield, amit ő nyom. Diablo 4 bétát nyomtok? Mált listánk. Na nézzük. Azt mondja, hogy a Seraphim cooldown-ja csökken 5 szekkel, és a Divine Toll cooldown-ja csökken 15 szekkel. Na ugye nekünk a Seraphim nincs is berakva, ugye az itt van. Mennyivel csökkenti? 5 szekkel. A Divine Toll-t meg 15 szekkel. Tehát itt 40 szekenként lehetne nyomni a Seraphimot, itt pedig a 60 szek helyett 45 szekenként. Amúgy, hát hogyha Seraphimom lenne, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy ez menő, de a Divine Toll miatt, ha csak a Divine Toll, mint hogyha, mivel így a Divine Toll mellette van a Seraphim mellett, így nem tudom, nem olyan izgi. Az helyzet, hogy nekem ez jobban tetszik. Plusz egy Holy Power a Judgmentből. Ja, a Divine-tól persze jó az instába, csak az a gond, hogy a Kirian, tehát a class ability, az már nem olyan menő. Nem olyan menő. Ez a Divine-tól, ami itt a talentben van, na ez már menő. Most nem tudom, hogy hogy működik a kovenánsok közötti mozgás, de például hát azt javasolják, hogy a Prot Paladin az Ventir legyen. A Covenant ability miatt. Ami nem tudom, hogy mit csinál.
Igen, szóval azt mondják, hogy hogy ugye most lehet majd úgy játszani a paladint, hogy megvan a ventír képességed, és nyomhatod a divine tolt. 3 percig big damage, meg big heal. Ja, akkor valószínűleg azért. Ja, ez a gear nagyon jól néz ki, ugye ez a Kiriannak a szettje, ha jól emlékszem, és ez a Kiriánosoknak a mountjával együtt jól néz ki, persze távolról kell nézni, és akkor közelről nézed a mountot, nem mondod azt, hogy hú, de szép. Így már jól néz ki. Na jól van, srácok, kiraktuk a dolgokat, kiraktuk a talenteket, annyi kéne még, hogy kirakjuk a képességeket is. Passív effekt, szóval van Binding of Light-unk, ami ott ki is van rakva. Mennyi volt ez? 2 óra? 2 óra alatt csak végeztünk a talentekkel, srácok. Hát ez kemény volt. Neked nem tetszik ez a fákja tartósamka? Szóval, hogy 2 óra alatt csak sikerült kirakni mindent, annyi, hogy itt van egy újabb CD-nk, meg eltűntek képességek. Mondjuk nem tudom azt, hogy most nem akarja jelezni. Szárnyak nincsenek kint, de mégis kint vannak valahol. Jó. Kilépünk, sőt igazából ki se kellett volna lépni. Kikapcsoljuk a bartendert. Az adipeg az jöhet vissza. Meg a DTS-t megnézzük, hogy működik-e. A pont is bekapcsoljuk. Mondjuk a nem kapcsoljuk be. A lehető legkevesebb addonnal kell nyomulnunk. Szóval most azt fogjuk csinálni, hogy bartendert használtam eddig, és át kell bindolnom újra a dolgokat. Aha. A képességeket, mert nekem a itt, a keybindoknál, amit most nem is látok, hogy hol van. Itt van. Húha! Nekem itt volt egy olyan, hogy bartender, és a bartenderes bárok voltak bebindolva, tehát látjátok, hogy nekem itt most egyiknél sincs semmi. Hogy nem tudok semmit se elnyomni. Na nézzük! Tracking option have been simplified. Na, szóval a tracking sokkal könnyebb most már. Aha. Miért könnyebb a tracking? Azt mondja a játék, hogy sokkal könnyebb a tracking. Na de hogy könnyebb? Player and target unit frames új pozícióba lett mozgatva. Használni kell az edit módot, hogy customizáljuk a UI-t. Uh-huh. Aha, nyomunk egy esket. Edit mód. Ha megveszem a Dragonflight-ot, akkor megint nem tudom befejezni a DLC-t, amit épp csináltam, vagy most engedi befejezni a Shadowlands-et? Hát nem DLC, itt a WoW-ban nincsenek DLC-k, ezek kiegészítők. Ha megveszed a Dragonflight-ot, akkor miért ne tudnád befejezni a Shadowlands-et? Bármelyiket be tudod fejezni. Phoenix? Vagy valami gond van velem? HUD preseteket tudunk most már csinálni. Checkboxokat használhatunk. Stancebar. Aha. Hát ugye ezeket most be tudjuk kapcsolni. Nézzük csak. Igen, click on, igen. Party frame, asta. Wow. Hát ez nagyon menő. Ez nagyon király. A chatre is rá tudunk nyomni, mondjuk azon nem lehet semmit állítani. Action bar 3, 1, 2, mindig itt lehet állítani, hogy mikor legyen látható asta. Horizontális. Tehát konkrétan tényleg be lehet úgy állítani az action bárokat, ahogy azt a bartendernél is. Asta. Hát ez nagyon komoly. Igen. Én a Move Anything-et azt így használtam, mert hogy nekem nem tetszett például az, hogyha rávittem valakire az egeret, akkor látjátok, jobb alul megjelenik az a kis tooltip, hogy
mi a title-je, mi a neve, milyen klánban van, hanyas szintű, milyen rész, milyen klassz, meg hogy playere, meg hogy melyik frakcióban van, meg ilyen dolgok. Tehát ez nekem nem tetszett, hogy ott volt jobb alult, mert én odaraktam a details-t, és nekem ez azt hiszem ebbe a részbe volt rakva, és nem oda jobb alulra. Nem tudom, hogy azt át tudom-e most mozgatni, de azt át, tehát hogyha azt ha azt nem tudom most átmozgatni, ezt a tooltipet, akkor azt Move Anything-el majd át kell mozgatnom. De hogy ezt nagyon király, amit most itt meg lehet csinálni. Mikor megvettem a Shadowlands-et, akkor épp BFA-t csináltam, és dungeon-t kellett volna menni, de a játék írta, hogy most nem tudsz fúzni BFA-s dungeon-t, mert el kell menni Shadowlands-ezni, és azóta se tudok BFA-ra a dungeon finderezni. Ez úgy van, hogy ha kijön az új kieg, akkor Dungeon Finderrel már nem tudsz a korábbi kiegészítő dungeonjeibe bemenni, de Raidfinderezni elvileg lehet, és dungeonökbe is be tudsz menni, viszont ott már meg kell keresned, hogy hol a dungeon. Ugye, srácok, jól mondom? Tehát, hogyha kijön az új kieg, és csinálsz küldetéseket a Shadowlands-en, ami azt várja el, hogy menj be dungeonbe, akkor a dungeonben már csak úgy tudsz bemenni, hogyha odamégy a bejárathoz, odamész a bejárathoz. Tehát oda te nem tudsz már bekjúolni. Oké, ez nekem amúgy nagyon tetszik. Hide Barart, aha, tehát ezt is el lehet rejteni. El lehet rejteni ezt a kis díszítést az action barról. De akkor nincs partim, nem? Akkor nincs partid. De nem is kell, hogy legyen partid, mert hogyha... felfejlődsz. Hát igen, ott kell hagynod akkor. Tehát fel kell fejlődnöd az aktuális kiegészítőbe, és akkor utána már vissza tudsz menni az előzőbe, és egyedül le tudod nyomni. Látom, te is most állítod ezt a gyönyörű UI-t. Hát igen, állítom. Tök jó, tényleg tetszik nekem, amit mondtatok, srácok, hogy már nem kell bartender. Ennyit számít az a T-szint? Ja, persze. Tehát ez azt hiszem mindig is így volt, hogy kijön egy új kieg, akkor az előzőben vissza tudsz menni szólózni. Mondjuk mitikes rédet nem, de tudsz szólózni egy csomó mindent. Mitikes rédet valószínűleg nem fogsz tudni szólózni, nem tudom még mit nem lehet szólózni. Nagyon fancy az új UI? Hát ne is mondd, Lord Fairy. '51-es vagyok és nem tudok BFA contentet csinálni, kellett guild help. Komolyan? Az a helyzet, hogy én mindig, tehát hogy én sose csináltam előző contentet már egy új kiegben. Mondjuk ez nem igaz. Ezeket a war campaign-eket, ezeket most csinálom. Legion-ös küldiket csinálok, majd nem tudom, BFA-sokat. Szóval, hogy visszamentem, de nekem ezzel nem volt gond, srácok. Az új talent tree is bent van már? Igen, konkrétan másfél-két órán keresztül azt csináltuk. Na jól van. Szóval, ezt itt elmenj. Nem. Vannak itt ilyen layoutok, klasszik. Van itt ilyen klasszik, nézzétek csak. És akkor ott van fönt a unit frame-ünk. A modern annyiban modern, ahogy látom, hogy lent van, nem már, és meg lehet osztani layoutokat, meg lehet osztani preseteket, srácok, hogy te milyen elosztást használsz. Na jó, ez nagyon zsír. Valaki tudja, hogy a shift-emmel előosztható mini térképet miért nem lehet arrébb rakni? Ó, tudom, mire gondolsz. Az, ami ott van. Hát igen, nekem például az is takarásban van.
Na jó, szóval ott tartottunk, hogy mennyire király már, hogy meg lehet osztani az, hogy milyen a hudom. Tök jó. Tök jó. Na, tehát akkor játszunk, srácok, egy kicsit, ne haragudjatok. Tehát azt ott elrejtjük. És akkor... Ezt még egyelőre megtartjuk, mert ki akarom szedni a... Micsoda? El kell menteni? Az lesz a neve. 2022, én így szoktam elnevezni a profiljaimat, mert akkor legalább tudom, hogy mi van. Ez tökéletes. Tehát a mai nap lesz a neve. És akkor innen a kettes bárról kiveszünk mindent. Na hát úgy néz ki, hogy nem kell kivenni semmit, mert nincs ott semmi. Igen, edit mód, és akkor hát én valahol, vagy is csináltam. Nézzük csak. Most éppen megnyitottam egy képet, hogy nekem hogy volt rendezve a UI-om. Hát például a chatet azt már most látom, hogy az valahogy így volt. Valahogy így, igen. Így volt. És... ezt nem lehet megfogni, srácok. Várjunk csak. Arrébb lehet-e mozgatni ezeket a kis gombokat innen? Vajon? Vajon arrébb lehet-e mozgatni? Stance bar. Aha. Hood tooltip. A tooltipet is arrébb lehet rakni, az nekünk nagyon kell. De ez, hogy a hood tooltipet arrébb lehet rakni, nézzétek csak. Roger Szociális Guild. Várjunk. Ez ilyen bénán fog megjelenni? Ja, mert... Aha. Hűha. Hát azért tiltják le a Dungeon Finder-t a korábbi területeknél, mert hogy azon már nem játszanak az emberek, és minek várakozzanak fél órát, órákat a Q-ba, hogyha már nem játszik ott senki. Nem csak azt lehet mozgatni, aminek színes a háttere. Hát nem tudom. Én ezzel az alap tooltippel én annyira nem vagyok megelégedve. Főleg azért nem, mert hát ezt úgy szokták hívni ebbe a környezetbe, hogy jobb oldalra van horgonyozva, enkörölve a tooltip. Hát hogyha bal oldalra lenne, akkor sokkal szebb lenne az egész, de ez nagyon gagyi így, srácok. Tehát például ide jövök, akkor nem bal oldalon lesz a damage down-tól az, hogy trash mester csak a csuvi, hanem így ott a semmibe. Jó, hát ezt mondjuk annyival megváltoztathatom, hogy oda teltem a tooltipet, a szevasz, csak hogy ez így béna. Az a baj vele, hogy nem dinamikus. Hát nem tudom. Nekem van egy ilyen addonom. Nem tudom mi a neve. Ezzel jobb lenne a helyzet. Ez a tip-tak. Hát... Ahogy látom, ez is jobbra van horgonyozva. De itt se jobb a helyzet. Egyébként. Akkor én ezt nem is ott használtam. Ott a loot jelent meg korábban. Akkor ez ide volt jobbra rakva. Oké. Okay. Na, hát most már legalább ez is kiderült. Most már ez is kiderült, srácok. Na tehát... Ott van jobb oldalon. Doc Fox Jenkins. Aha, jó. Ez így tetszik, srácok. Ezen az action baron nem tudom, miért van bármi is. Mindent lehúzunk. Jó. Tehát edit mód. Szóval ott lesz a tooltip. Okés.
achievementek ott vannak. Mivel nem vagyunk már edit módban, ezt ki lehet kapcsolni? Aha. Stance bar-t is át kell raknunk. Tehát én a képernyő alján szeretem ezt tartani. Tehát valahol itt, így. Meg hogy kisebbek legyenek. Hát úgy 90%-kal. Ja, 90%. Icon padding. Ezt nem lehet kettő alá vinni. Hát... Hogy ugye milyen távolság legyen az ikonok között. Hát, Cyanoriens. Szevasztok, srácok. Cyanori. Sziasztok, srácok. Üdv mindenkinek. Jó. Legyen az, hogy... Hat. Miért nem lehet oda pattintani? Le kell kicsinyíteni ezt is? Nem akar illeszkedni hozzá, várjunk csak. Miért nem illeszkedik hozzá? Ott van, hogy snap. Be van nyomva, hogy snap. Miért nem snappel? Hát nekem mindegy. Nem pattan oda, nézd csak. Nem snappel. Csak akkor snappel, hogyha 100%-os? Nem, még úgyse. Ha elengedem, igen. Ó, tényleg. Aha, tényleg. Aha. Aha, oké, tényleg oda snappelt. Alá is lehet tenni. Aha, tehát hogyha ilyen nagyon... Pár milliméteres eltérés van, akkor oda snappel, okés. Jó, hát abba beletörődünk, hogy az ikon paddinget azt nem lehet 200 alá tenni. Mert hogy 2 alá tenni. Azt mondjuk, hogy oké, belefér. Kell még nekünk még egy action bar. Nem tudom, extra ability. Az extra ability az micsoda lesz, srácok? Mi lesz ez az extra ability? Vajon? Ezek szoktak ilyen díszes frame-be lenni, és ott lehet majd megnyomni azokat. Például, ha a raiden van egy mechanik, ami plusz gombot kíván, amikor mondjuk boss fighton kapsz egy gombot, aha. Hát nem tudom, ezt most így nem tudom elképzelni, hogy hol legyen. Ezt most így azt mondom, hogy legyen itt. A target az hol van? Aha, ott. Azt majd át kell raknunk. De azt is ki tudod tenni action bar-ra. Akkor lehet, hogy erre nem lesz szükségünk. Hogyha ezt is ki lehet tenni action bar-ra. Akkor lehet, hogy... Mindegy. Most egyelőre azt mondom, hogy ez legyen itt. És akkor megfogjuk a stance bar-t is. Az nekem itt volt. Így. Valami nekem egyébként most nem világos. Miért nincs izé aurám? Ja, Crusader meg Retribution aurám. Aha. Azért nincs, mert nem raktam ki. Hát ez ennyire egyszerű. Mythic pluszban nem kell a Crusader aura. Uh-huh.
Persze, hogy kitelted, vagy makrót is iratsz rá külön, de most nem emlékszem, mire kell hivatkozni. Na, ez tök jó. Mindenesetre tök jó, köszi az infót, srácok. Extra ability, oké, okay, stance. Target és target fókusz. Hát ezt szerintem közelebb rakjuk. Mondjuk valahogy így. Ez a target. Várjátok, bekapcsoljuk a gridet. Na, hát talán így egy kicsit könnyebb lesz elhelyezni. Na, valahogy így. Party frame. Ez itt fölötte jól lehet, vajon? Sokat fog takarni, vagy ide balra tegyük? Use rate party style frame. Rólok alapján, gruppol, név alapján. Horizontális is lehet. Aha, a rate frame meg ott van. Oh. Nekem amúgy ez így tetszik. Így látszódni fognak vajon a debuffok? Jó kérdés, mi? Ezen a frame-en látszódni fognak a debuffok? Mondjuk ezt így nem látjátok, hogyha én így használom a chatet, mi? Aha. Akkor nem így használjuk a chatet, kicsit húzunk rajta. Hogy lehet vajon a chaten húzni? Így. Kicsit kihúzzuk a chatet. És így már is látni fogjátok ezt a frame-et. Szuper. A chaten húztál. Click extra action button 1. Aha. Akkor mindegy, hogy mi ez az extra, ez a makró felveszi és használja, mint egy változót. Tök jó, Eldir. Köszi szépen, én nem tudtam, hogy ilyenek vannak. Display border. Hát, én nem akarom, hogy snappelj. Ne snappelj, légy szíves. Itt ne snappelj. Display border. Nem kell border. Ez is remek a WoW-ban, amikor egy húzamosabb kiadás után 3 óra beállítani mindent a szájlásba, meg úgyis kiderül pádra. Jaja, hát én mindenféleképpen akarok menni egy dungeont vagy kettőt, ha belefér. Rate frame. Na nézzük. Party frame meg volt, rate frame. Rate frame-et is rakhatnánk lejjebb. Rate size 10, 15-25. Na, az is jöhet oda. Lejjebb tudja... Ja, hogy ja! Értem. Na, hát ez valahogy így. Ajaj, itt megint ki kell kapcsolnunk a snap-et. És akkor oda tudjuk tenni. Ez jó lesz. 40 fős raiden úgyse leszek, srácok, de azért megnéztük, hogy ez hogy néz majd ki. Szuper. Mondjuk, lehet, hogy itt nagyobbítani kéne amúgy ezen. Nem tudom. Ja, hát igen, ez majd egy olyan dolog, ami kiderül élesbe. Stance bar az úgy ott marad, pet bar. Pet bart én azt ide szoktam tenni. Ezt is lecsökkentjük 90%-osra. És ez is amúgy snappelhetne. Tökéletes. A stance bar az mekkora? Az pont jó a 100%-on. Buff frame.
De jó, még ezt is lehet állítgatni, srácok, hogy hogy látszódjanak a buffok. Nem mintha ez így most hozzányúlnék, skacok, de ilyet is lát. Icon size. Hát, nem tudom, ezt így feljebb hozzuk 120-ra, mint hogyha nagyot látó lennék. Komolyabban is fogsz vovozni? Hát, nem. Bár mit jelent számodra a komoly? Az sem mindegy. Icon limit 11. Aha. Akkor legyen 110%, és akkor kifér így. Melyik realmet ajánlott populációt tekintve? Hát én azt javaslom, ahol elképzelsz játszani. Hogyha magyarokkal képzelsz, akkor nyilván olyan realmeket, ahol vannak magyarok, és lehet hozzájuk menni, hogyha meg nem magyarokkal, akkor meg igazából bármelyik populáris szerver, nem? Nem tudom amúgy, hogy működik ez. Attól függ, hogy mi a cél. Ha csak el akarsz casualkodni, akkor tök mindegy, hogy hova mész. Rendszeresen rédek, acsik, stb. Ja, én úgy szoktam vovozni, hogyha jön egy új kieg, akkor így megtolom nagyon max. 3 hónapig. Mármint, hogy a nagyon tesz úgy kell elképzelni, hogy mitig pluszozok, és így ennyi. Fejlődök, mitig pluszozok, szevasz, ennyi. De hogy rédezni, meg klánozni nem klánozok, az is biztos. Na, ez így jó. Ez így tetszik. Na, mit lehet még itt állítani? Debuff frame. Aha, hát ezt elfelejtettük. Ezt bizony elfelejtettük. Hogy amúgy ezzel is kéne foglalkozni. Akkor legyen a 120. És akkor az icon limit. Hűha. Az 16. Hát de Jézusom, annyi. Én nem tudom elképzelni, hogy ennyi buff lesz rajtam valaha. Jó, hát én azt mondom, hogy legyen ez a 7. Legyen a 110. Azt... Ezt valahogy ide így berakjuk. Otázd, show full. Na, valahogy így. Én ezt valahogy így gondolom, srácok. 110. Rárakjuk. Hogyha élesbe bármikor több buff lesz rajtam, akkor majd azt mondjuk, hogy na bakker. És változtatunk rajta. Jó, ez így jó lesz, srácok. Jaj, ne! Be volt nyomva a snap. Valahogy így, srácok. Na, szuper. Szuper. Ezeket ki is nyomhatjuk. Boss frame. Nem tudom. Ez miért ekkora? Ja, lehet állítani, hogy mekkora legyen. Hogy is van a debuff bar? Aha. Ez jöhet ide, mert hogy nekünk itt jobb oldalt úgyse lesz semmi. Nagyon jó. Ezek kellenek nekünk. Jó. Na mi az, Zoli? Működik-e a recount? Nem tudom, srácok. Nem tudom. A DTS például még nem kapott frissítést. Boss frame, oké. Hood tooltip. Igen, az is ott nagyon jó helyen van. Igazából ezt lejjebb lehetne addig húzni. És akkor ez micsoda? 580? Aha, valahogy így. Valahogy így. Mik ezek az orbitális statugrások? Vannak statugrások?
Cast bar. Azta, srácok, hát ez a cast bar az így hova került? Na hát én ezt így valahol középre képzelem el. Valahogy így. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz jó, de kiderítjük, srácok. Mi? Ne snappelj, létszi, köszi. Valahogy így. Valahogy itt. Ez itt nagyjából középen van. Hát ezt nyilván le kéne mérni, hogy jó legyen, de ezt valahogy így el tudom képzelni. Itt mondom úgy. Bar size, lock to player frame. Lock to player frame. Jó, ezt megnézzük így, hogy milyen ez a cast bar. Encounter bar. Encounter bar. Az mit csinál, srácok, az encounter bar? Na hát ez is egy olyan dolog lesz, amit ide, így ide rakunk. Nem tudom, mit csinál ez az encounter bar. Nektek van ötletetek, hogy mit csinál ez az encounter bar? Extra ability, igen, hát ezt oda tesszük. Például a boss fighton össze kell gyűjteni valamit, ott méri. Tudom már egyébként, hogy mire gondolsz. Nem tudom, hogy ez most hol néz neki jó helyen. Possess bar. Na, ezt oda tesszük az encounter bar alá. Jó. Ami nem tudom szintén micsoda, mi ez a possess bar. Talking head. Na, ez az, amikor beszélnek az NPC-k. Na hát ezt oda tesszük, hogy mindent kitakarjon, mit szóltok ide középre. Nem tudom. Az helyzet, hogy ezt így látnom kell, hogy azt mondjam rá, hogy ez jó. De nem látom úgy, hogy nem tudom azt mondani rá, hogy ez jó. Vehicle exit gomb. Na ezt ide rakjuk a pad bárhoz. Arena frame. Hát én emiatt nem izgulok. Csak... elvesszük innen. Emiatt nem izgulok, srácok, hogy ez itt sok vizet be fog zavarni. Boss frame-re rárakjuk, tessék. Az új ikonokról a idegesítők, azt se tudom, mi hol van. Ez ilyen? És még én nem is bindeltem át az action bar-t. Hát ugye az volt a terv, hogy ezt megcsináljuk, de ott még nem is tartunk. Loot window. Na hát azt nem is lehet. Ahhoz nem is lehet hozzá nyúlni. Na jó, hát akkor mentünk egyet. Kell nekünk egy action bar 4, ami olyan lesz, hogy horizontális. Az action bar 5 az nem kell nekünk, azon nem tudom, mit lehet csinálni. Nem tudom, hogy például azt ki lehet-e kapcsolni. Options, úristen. Hideg élelemet remélem mindenki az... Ohó, ott van. Lock action bars, shift keys. Ja, aha. Nem kell. Mutassa a CD-t, az kell. Action bar 5, azt ki kell kapcsolnunk. Igen. Jó. Van egy olyan... ha kevés a HP-n vagy, hogyha éppen kombatban vagyok, akkor a képernyő közepén megjelenik a HP-n meg a manám, illetve megjelenik a Holy Power-en pluszba. Azt valaki tudja, hogy hol lehet állítani? Tehát, hogy az hol van, mert itt az edit módban nem volt. Most éppen azt fogom megkeresni, hogy az hol van az, amikor így pluszban megjelenik a HP-nk meg a manánk. Interface, personal resource bar. Nagyon szépen köszönöm. Mert ugye azt csak meg kell találnunk, hogy hol van.
Personál. Tutorial mód. Status text. Na hát, én itt nem láttam egyelőre. Rate frame-eknél mutatja a power bar-t. Wow. Amúgy ez mennyire király már. Na, én ezt most itt nem látom, eskü. Ja, mondjuk rá lehet keresni. Personal resource display. Aha, on target. Na, megnézzük, hogy ez az lesz-e majd. Köszi szépen. Autoloot. Valamit amúgy még láttam itt, amit ki kell majd kapcsolnunk, de így most hirtelen nincs meg. Hogy mi az, amit állítanunk kell. Na, kell nekünk ez az Action Bar 4, ami három sorba van rakva. Nem? Kettő. És oda kell tennünk úgy, hogy... Hány sorba van rakva? Kettő, igen. És valahogy így van itt picibe. És snappelnie kell. Ahogy látom, ezeket arrébb kéne rakni. De nézzük csak mennyivel. Ez valahol nekem itt volt korábban. Jó, akkor ezeket csak ennyire kell arrébb rakni. Jó. És oda lesznek berakva mountok, meg kaja, poti, meg ilyenek. Szuper. Jó. Akkor most ezzel is meg vagyunk. Ja, és azt is be kell állítanunk, hogy mit lehet itt még ezen állítani? Always visible. Always show buttons. Ó, na ezt például kikapcsoljuk. Már ha ki lehet. Az alap actionben ezt miért nem lehet kikapcsolni? Na mindegy. Nem gáz. Ja, ez valahogy így jó lesz. Oké, tehát akkor most csinálhatjuk azt, amit eleve akartunk, szerintem már egy fél órája. Most elrendeztük egyébként, tehát most az történt fél óra alatt, hogy elrendeztük a UI-t. Tehát kiélveztük az új edit módot, a HUD edit módot. Most pedig jön az, hogy bebindolunk mindent, ami nekünk kell. Ez viszonylag könnyű lesz, mert hát, hogy tudom, hogy mit és hova akarok bindolni. Ugye már csak arra kell figyelnem, hogy karakter specifikus legyen a keybind, így van. És. Quick keybind mód. Na hát így meg aztán pláne könnyű lesz. 0, 1, 2, 3, 4, F, G, Shift F, Shift G, aha, nekem amúgy ez ide van kirakva, amit beszéltünk Eldir, hogy az extra action button 1, az nekem úgy oda van kirakva. Nem, oda. Hát valamelyik, vagy az. Valamelyik a kettő közül. A signature ability, gondolom az. Ctrl F. Alt V, Alt T, hát nem tudom, ez nagyon kényelmetlen. Valószínűleg azért nem használom ezeket soha. Mondjuk az Alt T-t azt szoktam nyomni, de nem tudom. Az még mindig egy olyan keybind, ami kényelmetlen. De legalább ezeket már izom memóriából nyomom, úgyhogy... Most így, már ha nyomom, ugye? Ne legyen kényelmetlen a dolog, most ott hagyjuk, de... Majd Dragonflight-ra át kell állnunk. Na. Ezzel meg vagyunk, és akkor oda még egy mountot kérünk. Illetve oda is kérünk egyet. Szuper. Hát most megvannak a keybindjaink. Igazából ez ennyi volt, srácok. Ha az egereden van plusz gomb, az arra is jó. Nekem az egeremen a bal oldal hozzám közelebbi gombja az azt csinálja, hogy autórán. Nekem ennyi van.
Nekem ennyi van bebindolva az egérre. Jó, ez gyors volt, és tetszett egyébként. Oké. Okay. Na és akkor most el kéne rendeznünk a dolgokat. Srácok, Righteous Fury, az így... Az elég komoly, hogy nekem kint van az action báromon, ami amúgy passzív, de hát ugye ezt régebben ezt be kellett nyomni, hogy aggrót generáljunk. Emlékeztek még azokra az időkre, amikor a Righteous Fury az nem volt passzív, hanem el kellett nyomni? Mondjuk gőzöm sincs, hogy én azt most hol látom. Az a protectionnél van valszeg. De nem látom, hogy hol. Nem tudom, hogy az úgy, hogy került oda. Se baj. Goblin Rakit Pack. Jó. Itt van minden hülyeség. Szerintem a legegyszerűbb, hogyha lehúzunk mindent innen föntről. Aha. Ide látom, hogy makrókat is használunk. Szóval, Ardent Defender, Shift-T, Avenger Shield az F-en van, az tökéletes. Passion of Light, na ez egy új cucc, ezt még nem tudom, hogy hova tegyük. Nekem a palánál az egér görgője is van bent, ha magam felé húzom, akkor feedom, ha elfele a görgetek, akkor konszek. Tök menő. Kétszer nyomok shiftet. Ha kétszer shift klikkálsz, az üresre mindet leveszi. Igen. Toxin az a kun volt. Blast Hammer az ugye ott van az egyesen. Guardian of the... Ez se világít, srácok. Ez nem jó. Mert... jó lenne, hogyha világítana mindegyik, úgyhogy benyomjuk az összes action bárt, hát ha a többi van rajta. Nem. Akkor miért nem virágít szerintetek a Guardian of the Ancient Kings? Na, rá látom, te is elővetted a papot. Mármint ezt hogy érted, Renner? Nincs egyik action bárom van rajta, és mégsem világít. Ez érdekes. Oké, a négyes az kell. Ez a cleanse. Na mindegy, valószínűleg valahol ott van. Küldj már Godot game time-ra kell. Szerintem nincs annyi pénzem, amennyire game time-ot lehetne venni. Oké, kell nekünk egy... igen, azt kihúztuk. Aegis of Light, na ez már passzív. Passzív. De gyakorlatilag itt a protos részre nekünk már minden megvan. Na, hát amúgy egy valamit nem látunk, srácok. Hogy a fenébe lehet átmozgatni? Srácok, ezeket a gombokat hogy lehet átmozgatni? Én erre nem láttam megoldást. Benyomok én itt most mindent. De úgy látom, hogy ezt nem tudjuk arrébb mozgatni. Ezt jól gondolom? Jól gondolom, hogy ezt a részt itt nem lehet mozgatni? Én nem látom sehol. Ez szomorú, mert akkor ez azt jelenti, hogy... hogy... kell a move anything. Hát legalább a bartendert már nem kell használni. De move anything-et azt fogunk. Ez szomorú. Mondjuk... legalább a táskákat be lehet zárni. Biztos nem lehet ezt arrébb rakni sehogy. És a tooltip miért ott jelenik meg? Mondjuk már ott van fölötte. Hú, képes voltál egy teljes napot eltölteni a UI-ra.
Ja, hát most mi is azzal szórakozunk. Most mi is azzal szórakozunk. Ehhez kelleni fog a Move Anything, hogy ezeket a menü elemeket arrébb rakjuk. Én a Global UI skill-t nem találom. Nem tudom, hogy olyat lehet-e csinálni. Igen, bindolunk és képességeket rakunk ki. Passzívokat ugye nem rakunk ki. Paladin. Na, hát jöhet a szárny. Ctrl G. Freedom. Shift Q. Na, ugye ezekre mind van makró, tehát majd azokat meg kell keresnünk, csak egyelőre kipakolunk mindent. Oké. Okay. Az kint van. Consec Aura az meg, hát ott van a báron. Mert koncentrációs, igen. Consec kint van. Devotion. Stance Bar, Divine Shield, na az kell oda. Raciát is majd ki kell rakni. Divine Shield ott van. Divine Steed, Shift N. Divine-tól az nekem a vén volt. Flash of Light, az így a Shift N volt. És Hammer of Justice, az se világít valamiért, nem tudni. Ctrl F, az a négyesen van. Taunt, a tém van, mint tém, mint taunt. Intercession. Na várjatok! Tehát nem csak a Holy Paladin kap combat rest, hanem a Paladin kapott combat rest. Ez nagyon epikus, srácok. Tehát ez az intercession azt csinálja, hogy 60% HP-val és manával föl tudunk szedni instant valakit. Hogyha esetleg megtaláljátok azt, srácok, majd, hogy hogy lehet mozgatni ezt a menü részt, meg a beges részt, szóljatok nyugodtan, mert azt nagyon szívesen ide bal alulra áthúznám. Na jó, mert eddig nem volt full cheat a paladin. Szegény paladin gyengusz volt az a helyzet. Szegény paladin nem volt elég jó. És azért a combat rush az azért elősegíti, hogy az emberek szívesebben vigyék. Leon Hands, szakítás, F-en volt, Shift F. Lost Ark-hoz mikor térek vissza? Ezt tudom mondani is tudok a Lost Ark-ra. Van rest-ünk, hát a combat rest, azt amúgy be kéne bindolni. Mint a sima rest is szerintem. Sense Undead. Ezt szerintem sehol nem rakjuk ki. Na, Steward Summonolás, Shift G. Ugye ő leszed rólunk minden Curse, Disease, Poison-t és Bleed-et, és ad nekünk 20% HP-t. Word of Glory ő az M volt, és akkor ennyi. Hát nekem nagyon üresnek tűnik az action bar. Mi az, ami hiányzik? Hát például hiányzik a Trinket. Ez akkor is nekem nagyon üresnek tűnik. Nekem még itt valószínűleg egy csomó minden kint volt. A raciál is az hiányzik. Alt Q. Ugye a... Az alt, tehát a raciálunk, a Badelf raciája, az már nem interruptol, sajnos. Nekem nagyon tetszett úgy. Annyit csinál most, hogy ad egy Holy Power-t, illetve az ellenségről leszed egy buffot. Halálnál mindig van sírás, de senkinek se tilos palázni, annyira cheat, mert nem mindenki ezzel játszik. Szerinted talent tekintetben tökön rúgták a palát? Hát abból, én nem tudom, hogy talent tekintetben mennyire rúgták tökön, de az tök szívás, hogy az Avenger Shield az nem generál Holy Power-t, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek a dungeonra. Ja, sajna nem interruptor már az árkén torrent. Nem is tudom, hogy silence-elte korábban, de interruptolni mindenféleképpen interruptolt. Jól van. Most jön az a rész, hogy makrókból rakjuk ki.
Bocsánat. Szóval kell nekünk a Blessing of Freedom. Kell a Blessing of Protection is, makros. A Blessing of Sacrifice is. Kell a Cleanse is. És kell a Heal is. Meg kell a Leon Hands is. És kell a Word of Glory is. És akkor szerintem mindent kiraktunk, még a Mount, ami kéne, bár az nincs hol megcsinálva. Ez nem tudom micsoda. Wuh, dot, shield names! Ez micsoda, srácok? Ez mi ez a... Mi ez a makró itt? Valaki oda szemetelt. Silence és Interrupt volt egyben. Na, kapcsolunk egy... mit kapcsolunk? Semmit? Egy DBM-et. Egy jó DBM-et kapcsolunk. Már ha működik. Működik szerintetek a DBM? Igen, Poison és Disease. Ki rakta középre, srácok, ezt az action bar-t? Én voltam? Itt hagytam volna? Eddig egész végig itt volt és észre se vettem. Zoli, szerintem te voltál. Szia, el tudod mondani, milyen makroid vannak és mit csinálnak? Gyakorlatilag csak azok a makroim vannak jelenleg. Van egy olyan, ami azt csinálja, hogy megnézi, hogy lehet-e repülni, és hogyha lehet repülni, akkor előveszi a Red Flying Cloud Mountomat, ami az a piros disk. Mindjárt mutatom. Collection. Nem ismerem fel, srácok, a Collection-nek a gombját. Red ezt előveszi. Hogyha nem lehet repülni, akkor pedig előveszi a Swift Waters, Swift White Hawk Strider-t, ezt, így van. És hogyha mountolva vagyok, akkor megleszed róla. Igazából ennyi. Mármint nem. Ahogy látom, nem. Tehát ez szarul van megírva egyébként. Nem, jól van megírva. Akkor jó. Szóval ennyi. Van egy ilyen makrom. És a többi meg annyi, hogy mouse overes pár képesség. Ennyi. A diszket lehet nem repülés közben is használni. Így van. Viszont akkor, hogyha nem repül... Tehát, hogyha nem lehet repülni, akkor nem a diszken akarok menni. Ez igazából annyi, ez a makró. Tehát, hogy ez jól néz ki szerintem repülés közben, de így, hát így nem néz ki jól. És még ugrálni is tudsz a diszkel, hát nem tudom. Én nem mondom erre azt, hogy ez menő. De amúgy meg repülés közben menő. Ez ilyen kis izé. És fényjárság, vagy mit lehet erre mondani. És megnézi, hogy ha nem tudok itt repülni, akkor ugye erre ültet fel. De én már nem használom ezt a... Nem használom ezt a makrót. Igazából most, hogy mondjátok, ezt amúgy át kéne írnom. Arra kéne átírnom, hogy van ez a... N-scrolled akármicsoda, és ezt kéne beírnom. Úgyhogy most meg is csináljuk. Na. Elvileg ennyi. És most átírjuk, hogy ne a Swift White Hawk Strider-t használjuk, hanem a Kiriánosat. Az meg ez. És kész. Tehát most, hogyha nem tudunk repülni, akkor ez lesz, hogyha meg tudunk repülni, akkor pedig amit az előbb mutattam. Ez. Ennyi. Ez ízlés kérdése, én a pandás sárkány mountoktól tengeri beteg leszek. Ja, hogy mozog? Nekem azokból kéne a villámlós. Na, rezeteltük a details-t, és akkor megyünk egy dungeon-t. Most így 3 óra állítgatás után. Egyébként, hogyha láttatok
ez is egyébként új. Ja, meg azt is akartam nektek mondani egyébként, hogy mi az, ami még jött. Bejött az, hogy nyomvatartós spellcast. Tehát jött valami olyan feature, hogy lenyomod és nyomva tartod a spellcastot. Ez nem tudom, hogy milyen helyzetekben jól, jön jól, de ti biztos amúgy olvastatok ezzel kapcsolatban. Szóval jött ilyen, jött a controller support is, tehát elvileg, hogyha most rádugtok egy controllert a gépre, akkor történni fog valami. Megnézzük. Nem csinál semmit. De elvileg van controller support. Szóval most gyorsan kikapcsoljuk. De hogy elvileg van, azt írták, hogy van gamepad support, ami most ezzel a re-patch-el jött be. De jól néz ki ez a szemot, srácok. Valaki kilépett. Srácok, ez valami új Insta? Nekem nem rémlik. Eddig nem tudtam, hogy az szem lenne. Az egy szem? Nem új Insta? Nekem új. Én itt még sose jártam. Tazaves, ez nekem új. Másfél éve szerintem ez még nem volt bent. Halt! Entry is restricted. Surrender your weapons and follow me. Surely we can come to an alternative. Úgyhogy majd segítsetek már, please. Lethal force authorized. Mert ez nekem új. Ajaj, ezt itt ki kell nyomni. Az például... Fura, hogy ilyen kicsi a HP, bárom, nem tudom. De jól nézett ki ez a lootolás. Igazából ütött borul? Jól van. Azt is például lehetett volna szakítani. Tök jól néz ki amúgy az új UI. Csak szokatlan. Nagyon-nagyon szokatlan. Nagyon-nagyon szokatlan most minden. Na nézzük. Egyelőre még, srácok, nem érzem azt, hogy hiányozna az Avenger Shield-nek a polypower generálása. De csak egyelőre. Neked marad az LVUI? Ja, én nem használtam. Valószínűleg, aki eddig is LVUI használó volt, az ezután sem fog LVUI-t. Mert hogy ezután is LVUI-t fog használni, nem, srácok? Nem hiszem, hogy arról váltanátok. Jött valami nagy sebzés az előbb, de nem figyeltem, hogy micsoda. You have been randomly selected for death. A random kiválasztottak minket a halálra. Azt mondta nekünk a troll. Ott lehetett volna valamit... Ujjjjj. Zofax. Intruders in my city, not
for long. You should never have come to Tazavesh, stranger. Drop your weapons, or I will see. Ha ezt tesz, én forgatom, ahogy látom. Vagy forom magától? Ott van egy Milias, megpróbálom. Mármint ott volt a Miliknek egy támadás. Prepare to be interrogated. You should never have come to Tazavesh, stranger. Drop your weapons, or I will save you. Menő fájtak mindig, srácok. Papers, please. A necessary tragedy. Oha. Unfortunately, az a bénán néz ki. We have now thrown the ire of cartel so. Persze nem DPS vagyok, vagy heal. Mert volt olyan támadása, ami így elveszi a... elveszi a fegyvereket. Két embertől elveszi. Aha. Az biztos idegesítő lehet, de így, hogy tankoltam, így nem zavart a dolog. Silence-be rakja és nem tudsz pellezni, aha. Ez a sok info itt középen. Ez egy kicsit sok. Na, lehet-e, lehet mountolni? Szóval, hogy jobbra kell menni, srácok? If she escapes to your world, the artifact she covets will be in her grasp. Úgy megyek, mint valami szakértő. Remélem, jó fele megyünk, srácok. Arra mennél? Arra? És most már, hogy eljöttem jobbra, menjünk vissza inkább arra, srácok, vagy jók leszünk itt? Aki ott hátulról nyomja. Gyere csak ide! Szia tehén, remélem jól mondom a neved. Vannó nagyon erősek voltak ezek a mobok, aha. Bíztam abba egyébként, hogy bejoinolok ide a... És erre jók leszünk, srácok? Bíztam amúgy abba, hogy bejoinolok ide Shadowlands-es heroikra, és így nem lesz gond. Meg így vágni fogom a dolgokat, de hát ugye jött új dungeon. Mises Oasis. The most intoxicating establishment in Tazavesh. Maybe it'll help in acquiring the owner's signature. Will secure cartel house signature. This place is a disaster. Wait, who is that? Where is Basim? Ja, egy kicsit rosszul esett, hogy új minden, de főleg azoknak, akik nem olyan rég kezdtek játszani a WoW-ban. Ja, azoknak biztos. Visszafelé kiadtunk egy boss-t. A Venzát hagytuk ki.
mondtam, így azt... Megöljük ezeket is, hát ha mondat okozának. Open cage. Ezt lehet le kellett volna stunolni. Még jó pár dungeont le kell nyomnom, srácok, ameddig visszarázodok a játékba. Az fáj? Nem tudom, mennyire fájhat, hogyha benne állunk. Tizenhétezret híláltam magamra. Nem tűnt egyébként, hogy sokat sebezne ránk. Ez a fammél. Benne állunk. Nem érződik. Nem érződött, srácok. Dobozokat kéne bedobni. I've never seen a mail room so disorganized. You are quite welcome. Whoever you are. Now, we are esett egy 60-nál nagyobb. You mean this? There are dozens of them on the floor. Ah. Yes. Thank you. No problem at all. Na jó, hát find a way back to Azeroth. Megyünk erre. I make a few process improvements around here. Valahol ezek szerint le lehet menni ott. For you, I offer only the finest. Yeah. All goods and services for sale. Mi lehet a jelszó? Hát akkor mehetünk másik irányba is tőlem. Végig kell csinálni az eventet. Ezek szerint valaki tudja az eventet? Mi a lényeg nagyjából itt, srácok? Három tárgyat kell elvinni három vendornak. Aha. És megadja akkor a kódot. Aha. Megvan, hogy melyik tárgy melyik vendorhoz való. És ezt így lehet tudni fixen, hogy melyiket hova kell vinni, vagy minden egyes esetben minden egyes lehetőség mikor változik. Van addon hozzá, aha. Lehet látni például a fegyveres vendorhoz kell. Aha. Gondolom a portéka az, ami változik, ami ki van rakva. A vendoroknál. A Ravika ura is, aha.
Aha, jaj, a portéka változik. A fegyvert viszi. És az ugye, ha tippen nem kéne, oda kell. Mert ott vannak fegyverek. Ugye? Ja, ja, nem? Nem? Akkor... Ja nem, mert itt ez ilyen JC-s cucc. Aha, itt vannak fegyverek. Aha, jó, ez amúgy nem nehéz, srácok. És hogyha... A könyv az például... A könyvet... Hát itt vannak ilyen scrollok, ide kell, hát vajon? Na? For you, I offer only the finest. Oké. Amúgy a oázis. Na azt mondja, hogy... Ruby Gem. Enjoy your stay. Aha, tök jó. Ez nem nehéz, srácok. Ahogy felfestettétek, én azt hittem, hogy húzósabb lesz ez a feladat. Igazából csak annyi, hogy kapunk egy tárgyat, és akkor azt a megfelelő vendorhoz kell vinni, akinek hasonló ugye a portékája. És akkor ő ad egy másikat, és azt is oda kell vinni. Ja, de értem, hogy miért kell ez addont használni egyébként. Értem úgy, hogy miért kell, mert... Valószínűleg itt most heroikba itt elbohockodtunk nyilván, de valószínűleg a mitikán azért jó, hogyha van erre segítség. Micsoda? Itt a legelső hangszert vett fel. Hangszer? Nyomjak valamit? Én nem látok. Ja, ott van. Ez kell? Ez kell majd megnyomkodnom a kürtöt. Oh, my sir. It is a pleasure. My friends az ez, ugye? To... Ah, the next band has arrived. Please, take the stage. And remember, I am quite generous. Bring on the next band. Na, látom. Ezt nem is láttam. Az a trombita, kürt, az is trombita. Mit tudom én? És mikor kell elnyomni majd? A round of applause, please, for our next musical act. Á, értem. Ah, wow! Wow! Jól csináltam a múcskacok. Get out of our club! Jól csináltam, okés. Confiscate their instruments! Mindjárt olvasom, hogy mit írtatok a chatrán. Hát azt már nem tudom megszakítani. Easy, all of you. This is not that kind of establishment. Jó, a DPS nem esik le a buff. Nőtt a damage-ünk és a heal-ünk, illetve a haste-ünk is. Never play in this town again.
Ja, és most jól látom, egymásra robbantunk, mert nem mentünk el. Nem mentünk távol egymástól. The fun is over. Stop the performance. There's no one left to hear it. It has been an age since I witnessed such a vigorous show. 12-es stack, 25% haste és damage. Apologies. Ez menő volt, srácok. We desperately need your signature. Menő volt amúgy ez is, már amennyit így megértettem belőle. Ez úgy lett volna, hogy kijöttek a hangszerrel, kassz végén és felveszitek a buffot. Ja, akkor nem kellett volna elnyomkodnom ezeket, amik ott voltak a földön a hangszeremmel? Ugye azt megcsináltuk. Arról beszélek, mikor behúz. Ja, értem. Tehát, hogy onnan el kellett volna menekülni az embereknek, aha. Na. Nem tudom, mennyire lesz itt kemény, srácok. Lehet, hogy nagyon az lesz. Mindjárt kiderül. Nagyon rúgdosnak. Lépcső tetején röviden. Tűha! Inkább fordít várunk be. Igen! A szemétje. Ezen a falangszféden lehet valamit csinálni? Aztán voltam egyet, de úgy néz ki, hogy ő nem kapta. És akkor arra. Ó, és itt meg lesztánol, hogyha átmegyünk ezen a izén, mezőn. Na, akkor arrébb húzom már a srácokat, ne legyen ebből gond. Quest, köszi szépen a támogatásodat. Köszi szépen a 15 hónapot. Ezok nyugodtan pergethetitek a szövegeket. Na. Micsoda, Zoli? Mit láttál? Now for the item you have all been awaiting. The allegedly demon-cursed Edge of Oblivion. Ja, igen. Hogyha ilyen események vannak, valaki feliratkozik, vagy ajándék van, vagy csír van, vagy valaki berédel, vagy Tier 2, Tier 3-mal feliratkozik, akkor ilyen más-más effektek vannak. Ennél a bossnál mit kell tudni, srácok? Ez lesz a Venza, ha minden igaz? Azt mondja, hogy Adventure Guide. Adventure. Ó, én nem is látom most itt. Az a ves. Hát én ezt nem látom. Alkux, ez akkor nem a boss lenne. Ez nem a boss. Venza. Iha. Én itt épp olvasásokba vagyok. A rampaging beasts ruining your day. We have the solution. Akkor jó helyen voltunk.
activate this Bastion Centurion for maximum destruction. The Grand Menageri. With controls this easy, even a dredger could do it. Il Rare, I am awakened. Destroy. Ez a mayhem. Három bossos. Imbecile, turn it off. It is out of control. Thank you all. Én elhiszem nektek, srácok. Now's my chance. That axe is mine. Ja, látom, ott írja is. Ha, látom, látom. Milyen menő ez az effekt? Korrózív anima. Ja, lehetséges, csak olyan jól nézett ki az effekt. Az már későn ment rá, na mindegy. A simple matter. In return, we ask only for Kattel Zai's signature. El kell szedni a gömböket, itt megküldni a csénest és elfutni, mikor húz. Következő már az utolsó. Soha az mi. Let us not keep Solia waiting. Autorizációs device. Kékkörrel kellett szedni a gömböket. Remélem, hogy olyat csinált valaki. Köszik ezt a 15-öt. Az azonos formák a teleportok. És a bosshoz kell eljutni. Aldalil, is there no sanctuary from your filth? Hear me, Solir. The artifact you seek brings only relokátor. Relokátor, hogy elkerüljük a damage-et. I must now travel beyond. És a double techniket interrogálni kell. Jó, hát akkor mehet, gondolom én. Die, foes of Kartel soul! A tidal wave begins as a ripple. When outnumbered, divide your enemies. To remain still is to invite defeat. That can have been from beyond reach. No. Át kéne mennem. Nagyon jól csinálták a srácok. Jól megszakították, ügyesek voltak. Oké. Okay. Most bele kell menni a körbe. Lehet, hogy most morcik lesznek a társaim. Has it set my cartel? Bears my shame. Solia may have a head start, but her echo remains. An echo we can follow. Wow. Az a ves. Wow. Apologies. The cosmic backwash was turbulent. This is as close as I could get you. Gondolom most megcsináltuk. Így van. Oké. Okay.
Igen, hát igen, elúszta tőlük, de jól csináltad a portalást a körbe. Ja, elúsztam. Ez tetszett. Ez a mechanika is egyébként tetszett. Nyilván szívásabb minden Mythic pluszon, de ez menő volt. Ez király volt, srácok. Ja, ez jó volt. Ami fura volt most ezen a dungeonon, hogy itt a kis player ikonomnál egy csomó hírt láttam, meg egy csomó számot láttam, meg itt középen is egy csomó szám feljött, úgyhogy még állítgatnunk kell az interfészen, de hát nem tudom. Nekem nagy könnyebbség volt például az, hogy én azt hiszem a Shadow Unit Frames-t használtam, és lehet, hogy használni is fogom. Így van. És ott ugye lehet, hogy itt is amúgy be lehet állítani. De hogy ha például kapott valaki egy olyan effektet, amit én le tudok körzölni, akkor nem csak annyi volt, hogy ott megjelent a kis ikonja, hanem hogy így más is volt a színe a HP bárjának. Ja, van ez a Mix Scrolling Battle Text, de nem tudom. Nem tudom, mi lenne kényelmes egyelőre. Se azt nem érzem kényelmesnek, se azt, hogy itt egy csomó szám megjelenik a képernyőmön. Ja. Lehet, hogy amúgy a damage-et elég nézegetnem. Én még egyre bemegyek. Még egyre bemegyek, srácok. Remélem, hogy nem új dungeonbe kerülünk be. Szóval ott kukucskál a kis szem. Én is Mix Rolling Battle-t ezt használok, de kicsit alakítottam rajta. Aha. Lehet, hogy vissza fogok majd állni arra, ami volt, csak kíváncsi voltam, hogy mit lehet kihozni így kvázi hát nagyon addonok nélkül. Ugye Deadly Boss mód van benyomva, a Details meg az Adibag. Az Adibag ugye az a beges addonom. Tehát az táskákkal én nem vagyok kibékülve. Ez az alapba is beállítható? Lehet, meg fogom majd nézni mindenféleképp. Megyünk még egy utolsót. Még egy útcsó. Köszi szépen amúgy a HP-et így. Én nem gondoltam, hogy tényleg jött be új dungeon. Ahogy látom egyébként, kb. Csak ez adta az avás, ami új. Ja, a többi az volt régebben is. De csak PvP-zel, Áldir? Na hát, itt voltam. Itt voltam nagyjából egy hete. Lehet, hogy nem fogok jól hullolni megint, de már nagyjából meg majd mit kell csinálni. Ja, az menő volt egyébként, hogy jöttek be a régi dungeonok Mythic Plus-ba. Izé? Nem volt itt a healer? Jól láttam? Már lassan a sztorit végigjátszom. Mindig a szórakoztat a rélek fárasztanak. Aha. T4-től T10-ig 25-ös HC-t nyomtál.
Nekem csak a T7 meg a T8 volt. Meg a T9. De ott minden is volt. Intruders! You will be devoured all! Contagion! The disease spreads! Contagion! Most a PvP nem WoW Story és a Raid Dungeon ezek a legjobbak. Hát az a jó ebben a WoW-ban, hogy mindenki megtalálja azt, ami neki a legjobb. Így van, Eldir. Na. Még egy új cucc. That was a mere taste of what the plague can do. Once I control it, ezért egy MMO. All of Maldraxxus will pay mi az, amit for what they've done. Na, én itt erre szoktam menni. Srácok, nem tudom, merre szoktam menni. Ez jó volt, beúsztuk. Mindegy. Igazából rátámadtak? Jó, akkor üssük be. Szerintem ezt ki lehetett volna hagyni. A kaszbá nekem nem tetszik ott alul. Ez mindenféleképpen bejön? Azt hittem, hogy ki lehetett volna hagyni. Na és itt kell az, hogy felülünk. Futunk. Wonderful! More test subjects! Unleash the plague borers! I will dissect you myself! Ezek szerint nem. Ezek szerint nem. Ezek szerint a csápot le kell csapni. Na hát, ezek szerint nem jól csináltuk. Na hát akkor... és írok, hogy... sorry. Na és akkor felszedjük a társunkat. Szóval a csápokat le kell csapni. Aha. Csak mert valamelyik nap bent voltam, és mondták a srácok, hogy jöjjünk Mountra, és most úgy el a végére. Nem tudom, hogy mennyi sebzésünk lesz leütni ezt a bosst, mert ugye ott meg a mod se ütöttük ki az addokat. Ja, az normál volt, igen. Igen, az normálom volt. It's time this experiment has an explosive result. Jó, én átfutok a többiekkel. Of aggression should do nicely, but I nearly had it.
Ja, ott nincsen csáp. Minden nap tanul valamit az ember. Pedig azt hittem, hogy most menő leszek. De nem lehettem menő. Már nem emlékszem, hogy miben másabb. Itt szerintem végig lehet futni. Most azt mondom nektek, hogy HC-n most itt végigfutunk szépen. És nem lesz gond. Nem lesz gond. Összejött. Had you reached out and seized the plague, the House of Eyes would still stand. I will correct his mistake. All will suffer, as the House of Eyes has suffered. Szóval mit épp húzba? Na, mi miatt? Valamelyiket itt szakítani kell, ha például azt. Rossz muzát és bukkákocs. Én már nem emlékszem, hogy milyen volt itt mitig pluszozni. Az a helyzet. Mondjuk én nem is mentem nagy kulcsokat. Nekem már egy tízes kulcs az nagynak számított Shadowlands-be. Legion-be meg nem tudom milyen kulcsokat mentem. BFA-ba meg szerintem nem is mindig pluszoztam. A single scratch is all it will take. I will slay you where you stand. Itt az van, hogyha fröcsköl, akkor menni kell takarítani. Emlékezetem szerint. I will slay you where you stand. De lehet, hogy rosszul emlékszem. Vengeance will be mine. Jól csináltam, srácok, vagy hülyeséget? Az igen, ezek a srácok itt szerzik a legendary izéket. Ezekből lehet craftolni majd itemet, nem? Amiket így gyűjtögetnek. Bocsánat, ki kell őket szedni területről. Ha jó. Csak azt a DPS szokta inkább. Ó. Hogy állam? Maxon van a healerünk. Mert. We've been expecting you. Ja, BFA-ba izé, hunter-eztem. Vagy a Legion-be. Valamelyikben. Az, igen, azokban legendary tudnak csinálni, de már úgyis mindegy. Nekem a legendary itemek közül a mopos back tetszett a legjobban. Valaki emlékszik, hogy ez a boss mibe csinál többet HC-n? Normálhoz képest. Más a pattern, amiben a csáp lecsap? S
semmivel másabb? Wow, na ilyen például szerintem nincsen a normálba. Wow, ez tök jó volt. Amúgy van combat trashünk. Miért nem tudom használni? Mert nem itt halt meg? Nem itt halt meg a... Ez nem combat trash? Hogy, hogy nem tudom használni, srácok? Ja, mert nincsen három holy power-am. Na gyere! Wow. Jó, a Thunder Fury az nagyon menő. A Thunder Fury az nagyon menő. De ahhoz kell klán. Sziasztok, kb. 3-4 éve nem voltam, jól lehet, hogy még mindig változik és megújul a játék. Jaja, Dave, jaja, jaja. Nem minek? Hát, klán nélkül nem nagyon lehet Thunder Fury-t szerezni, vagy igen? Valahogy én azt a vanilát, vagy mi klasszikot ilyen közösségibb dolognak tudom elképzelni. Mondjuk most már tök mindegy, mi? Na csak vanillában lehetett kiszedni a Thunder Fury-t, vagy még mindig ki lehet? Már nem emlékszem. Lehet? Ja. Ja tényleg, tényleg ki lehet? Micsoda? Várjatok. A végét is meg lehet csinálni, amikor már megvan az a két binding, vagy hogy hívják? Végén azt a küldi sorozatot, amikor előjön a Thunderan. Ja, jól van. Azt hittem, hogy ezt már nem lehet megcsinálni. Na jól van. Srácok, még érlelni kell magunkban ezt a... Ezeket... Mármint, hát... Egyrészt nagyon jó lett. Nagyon tetszik ez a testre szabható UI. Nagyon sokat fejlődött ebben a WoW, így alapból. Kényelmesebb azoknak is, akik újak a játék. Kényelmes ez azoknak is, akik újak a játékba, illetve nem kell plusz addonokat felrakni azoknak sem, akik eddig használták. Szerintem meg tudunk lenni bartender nélkül. Talán annyiba kényelmesebb, hogy ezt a jobboldali részt arrébb lehetne rakni. Igazából megnéztünk mindent, amit így lehet. Ez az edit mód is, ez nagyon király lett, nagyon király, hogy ennyire testre lehet szabni a dolgokat. Tényleg én még azt várnám el, hogy ezt is arrébb lehessen rakni, illetve hogy ne legyenek ilyen, ne legyen ilyen szünet a sorok meg az ikonok között, de egyelőre meg vagyok ezzel elégedve, kíváncsi voltam, hogy mit lehet ebből összehozni. Másik dolog meg a talent rendszer. Nem látom ebben a talent rendszerben azt a nagy újítást, mármint hogy így igen, sokkal több lehetőségünk van, sokkal jobban testre szabhatjuk, hogy mit akarunk, de nem tudom, hogy ez most előrelépése. Az mindenféleképpen előrelépés, hogy lehet ilyen loadoutokat itt csinálni, illetve importálni és serelni lehet a talentjeinket. De nem tudnám megmondani, hogy ez most ezen kívül előrelépése, amit itt látunk.
Jó szórakozást, Eldir, majd. Ú, Razashi Raptor, az menő cuctaki. A DPS mivel mérem? Ez, srácok, a details, de ha tippelnem kénem. A details csak úgy megy, hogy az out of date addonokat is betöltöm. Így van. Egyedül csak a DBM-et frissítették ezek közül. Aha. Szóval be kell nyomnotok azt, hogy az out of date addon is menjen, és akkor megy igazából minden, az nem megy, amelyik írja a Lua errorokat. Nekem az új talent fa arra volt jó, hogy felfogjam azt, hogy amit kirakok, az mit csinál. Erre volt jó az új talent fa. Ezeket a PvP-s talenteket meg sem néztem, mert hát ne haragudjatok, de ez engem annyira nem érdekel. Sorry. Hát vizuálisan jól néz ki, meg tényleg ez a funkció purpose lett. Missing from action bar. Na ez is például tök jó, hogyha valami hiányzik az action barról és itt kiraktad, akkor azt mutatja. Meg ez jól néz ki. Ezek jól néznek ki, srácok. Az is király egyébként, hogy például itt van Leon Hands, és ez például egy alap a Protpalának, a Retripalának, pedig a Hammer of Wrath az alap. Ez így jól néz ki. De én, mint casual WoW játékos, nem tudom nektek most azt mondani, hogy ez most így mennyire előrelépés, vagy mennyire nem. Casual játékosok szerintem van egy része, aki azt mondja, hogy én magamnak szívesen összerakok buildet, mondjuk, mit tudom én, fejlődés közben összerakja, ami neki összeklikkelgeti, ami neki tetszik, és akkor, amikor elérje a max szintet, akkor meg, mit tudom én, hogyha mythic pluszozni akar, akkor összerakja a mythic pluszos buildet, azt, vagy például ami a raidhez kell, de hogy így, ha érted a játékot, akkor úgy is váltogatsz szituáció függően. De ez egy kis százalék. Akik ilyen keményen nyomják szerintem a WoW-ot. Bár, hát nem tudom, én nem tudok ilyen számokat igazából, hogy kik azok, akik keményen nyomják a WoW-ot. Én biztos nem nyomom keményen. Én úgy nyomom keményen, hogy amikor kijön egy új kieg, akkor pereg. Hú, de jól néz ki az. De jól néz ki az a... az a pet. Kijön egy új kieg, akkor felhúzok egy karaktert, vagy kettőt. Megnézem, hogy milyenek a dungeonok. Megnézem, hogy milyen a sztori. A szevasz. Nekem erről szól a WoW már jó pár éve. Úgyhogy, srácok. Talenteztünk. UI testre szabtunk. Nem néztük meg, hogy mi ez a Rated Solo Shuffle. Ez a PvP Brawl. Ez a PvP Brawl egyébként... hát azt hiszem itt van valahol. Ez az. Nem, ez nem az. Mert van valami szóló. Itt van, ez az új. A szóló shuffle, ez új cucc. És elvileg, hogyha jól mondta Erni, akkor elvileg most már az összes class lehet Warrior és Hunter. Jött még egy olyan újítás is. Nem tudom egyébként, hogy ki nem lehetett Warrior meg Hunter korábban, de most már az összes lehet. Ez is például egy újítás. Meg jött ez a nyomva tartható varázslás. Igen, manapság én is csak a sztori miatt játszom végig. Hát szerintem, aki korábban szerette a volt, az így csinál, amúgy Eldir. Nyomva tarthatós varázslás. Ezt még így nem néztük meg. Ez az accessibility-nél van. Hold and release. Recent tap. Press and hold. Valami olyasmi, hogy press and hold. Ja. Aha. Na ez majd az evokereknél lesz érdekes?
Jó. Akkor ezt igazából kár is nézni. Kérdezte valaki, hogy hol van a Global UI Scale? Itt van. Nézzétek csak itt. System Graphics Use UI Scale, és ott lehet ezt állítani. Na bakker. Hát milyen... Izé, béna grafikán játszottuk a WoW-ot, levette hetesre a quality-t. Francba. Hát, akkor azért volt ilyen csúnya. Ne haragudjatok, srácok, hogy ilyen csúnya volt a játék. Nézd meg, még a Ray Tracing is ki volt nyomva. Hát ilyen béna grafikával játszottunk, sorry. 60 FPS. Please. Please. Jézusom. Jézusom. Jól van, hát amúgy így már tényleg sokkal szebb játszik. Még egy dolgot gyorsan akarok mutatni. Tudom, már lassan 2 óra, de még ezt meg akarom nektek mutatni. Itt van ez a mount, ami minden évszakban máshogy néz ki. Iszonyatosan menő. És évszak vége előtt láttam egy képet, hogy itt egy csomóan erre a mountra fölültek, és várták, hogy várták az évszakváltást. Ja, nekem a grafika casual játékosként jó nézni, hogy milyen a játék max grafikán, Zoli. Anno lehetett állítani, hogy például az adott spell vagy ability mikor történjen, lenyomásra vagy gombnyomás felengedésre. Ó. Oh. Press and hold spell casting. Nem tudom, valami ilyen újdonságot behoztak, de azt annyira nem értem. Úgyhogy ennyit a WoW-ról, srácok. Allied részeket gyűjtöttünk, mint amit egyébként csináltunk eddig. Legutóbb megszereztük a Lightforged Lenite meg a Void Elfet, azelőtt pedig a Magyar Orkot. Következő streamben, következő WoW streamben, jövő héten szerintem folytatjuk tovább a küldetéseket, és rámegyünk a Zandalari trollra. Aztán pedig itt vagy a Kultirára, vagy a Mehagnomra, és az utolsó lesz a Nightborn. Ami az online részeket illeti. A Vulperát azt régen csináltuk, szerintem egy 4 éve. Vagy 3 éve, nem tudom. Ahogy a High Mountain Taurant is. Ennyi. Az achievementeknél egyébként ott is változtattak, még ez gyorsan. Tudom, már sokszor búcsúztam, de még ezt is meg akarom nektek mutatni, mert ezt is észrevettem. Nem tudom, hogy hol kell mondjuk megnézni. Ez már nem olyan kék, ez a kék.